Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hello Jani, hello Feri! Drága hallgatók, itt vagyunk szerdán, a hét legnehezebb, legundokabb napján a hétfő után. Ezt minden szerdán megvitatjuk, de tényleg így van, hogy ez a kilátástalanság, ne további ez a szerda, de aztán holnap már átlendülünk. A holtponton csütörtök és péntek, és azok már ott valahogy, valahogy úgy egy kicsit jobb, jobb napoknak tűnnek. Így van, a legszebb az a péntek 4:11. Péntek 4:11, így annál van. Annál szebb számunkra nincs. De én már szeretem a péntek 6 órát. Ez a mozdulat, mikor becsukod, ugye? Igen, az. Igen. Nem szoktam becsukni, mert... Kifújtad az nem jövök még ilyen. Adás előtt kifújtad az orrod? Egy picit kifújtam. Aha, mert van. Mi itt van? Egy nagy... Nápha? Mit? Kicsit van. Belül egy nagy fehér krém. Kösz, Feri. Kapor? Nehézre se lettem. Mi az? Tényleg van valami. Összevesztünk Feriben, hogy melyik a jobb, a füstölt tofu, vagy pedig a mangalica, és aztán legyen ott nekem egy sallert. Ez lett a vége. Picit erősen fújta meg az orromat, aztán elerőtt az orrom vére, és hát most ez egy szükségállapot itt az orromban, amit láttok. Igen, csak egy messziről az én szememmel, ugye, ami nem erős. Igen, azt a vajas kenyeret reggeliztél, és picit ott. Ámos voltál, és ránéztél a vajas kenyére. Vettem egy nagy öregőt, mielőtt beleharaptam. Beszipantottam egy negyed kilót az orromba. Igen, és furán néztek rád a villamosat, de senki nem mert szólni. Ajajajaj. Sajnos ez. Ezek szeretem egyébként, ugye, hogyha valaki rendszeresen használ mindenféle ilyen orrspréket, akkor az előbb-utóbb rájön, hogy ez elgyengíti az érhálózatot az órában. És szeretem az olyan reklámokat is, amikor azt mondják, hogy ugye semmiféle függőséget nem okoz, de azért kerüljük a hosszú távú használatát. Igen, az esetleges, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy az esetleges mellékhatások tekintetében olvass el a beteg tájékoztatót. Az mindenhol ott van, az kötelező. Az egy hatóságilag előírt mondat. Igen, de ugyanakkor azért érzi az ember ugye az ellentmondást a dologban, függőséget nem okoz, de azért az esetleges. Az utolsó utáni neocitrára is rá kell tenni. Tehát ez egy hatóságilag előírt mondat. Ha olyan gyógyszert árulnak, aminek nincs mellékhatása, az hatóságilag előírt. Tehát az, hogy kérdezem meg kezelős, az minden után ott van. Még az utolsó homeopátiás, szedatív, PC, altató, nem altató. Tehát az mindenhol ott van. Az nincs kapcsolatban az orrsprével. Azt a hatóságilag oda kell tenned bármit. Még abból is botrány volt pár évvel ezelőtt, hogy túl gyorsan dolog mondták, nem emlékeztek? Igen, azon az érzem, hogy lehúzták, hogy újra kell mondani. Ugye fölmondta a hang, és akkor kicsit technikailag azon lehetett javítani, hogy minél gyorsabban beleférjen a reklámidőbe, ne kelljen érte sokat fizetni, hogy te neked ne nézzük ezzel a rosszabb gyógyszereket. És rohadt nagy balhé lett belőle. Igen, mert hogy megtéveszted a fogyasztót, és lassan mondják, és minden gyógyszer gyógyhatású készítmény, illetve pontosabban végre kapható gyógyszert ugye nem is reklámozhatsz. Tehát csak olyan készítményeket, amit vény nélkül tudsz megvenni. Tehát mit tudom én, nem tudom. Most mondjatok én, antibiotikumot nem reklámozhatsz. Tehát nincsen Cedax antibiotikum reklám, csak olyan, ami vény nélkül kapható, de még oda is odaírják. Tehát, de vannak olyan orrcseppek, amik tényleg nem alakítanak ki függőséget. Viszont nem sokat használ, igen, van egy-két az jó, a sós, szerintem. Tengeri vízes, hát ez kellemes, igen, de az nem orrcsepp, az csak egy ilyen átöblítő. Óröblögetés az egy óröblögető. Jó, hát elviekben ugye azért, mert magas a sótartalma, így összehúzza az ereket az orrban, de hát sajnos aki mondjuk ilyen rendszeresen, vagy évek óta használ már mindenféle ilyen orrszpréket, mint például én, az tudja, hogy ezek már sajnos nekünk ki. Egyre keményebb cuccra mész. Egyébként. A függőséget okoz egyébként, tényleg. Abszolút, az nem. Az nem jó. Gyerekek, szegény Ukri Meredek bácsi, én tegnap olvastam ezt a hírt, és én sose tudtam őt igazából hova tenni. És sosem tudtam eldönteni, hogy vele vagy rajta nevetnek inkább az emberek. Rajta. Én azt hiszem, hogy inkább rajta. Ha ő ettől egyébként boldog volt, akkor neki jó, szerintem, mert hogy neki ez okozott boldogságot, de tegnap elolvastam, és hogy kicsit úgy összeszorult a szívem, hogy áj, szegényként már ugyanakkor, ő sincs, tudod. Igen, ugyanakkor tehát 92 szomorú voltam. Év, igen. Tehát 92 év, gyönyörű. Itt pont Dudi kollégával beszélgettünk erről pár mondatot, aki azt mondta, hogy hát mégis milyen jót adott neki az élet ezzel, hogy a 2000-es években fölkapta az internet. Szerintem igen. Igen? Biztos, jó, persze. Tadok. Hogy nem? Most, mire gondolsz, hogy rosszabb? Ja, szerintem igen. Igen. Ugyanis az elmúlt 4 évben, vagy 5-ben, mióta az internet viszont ledobta, és már nem hívják sehova, ő otthon él, és nem érti, hogy mi történt. Na jó, de azért ne legyél sztár, hogy utána rossz lesz otthon, tehát hogy az nem jó párhuzam. Ne legyen platina lemezed, mert ha utána már csak aranyat kapsz, akkor igen, tehát ne legyél híres, mert utána nem leszel, és akkor attól ne legyél. Nem igazán így. Kicsit, ez rossz így kimondani, de kicsit ő érdemtelenül kapta. Na jó, de hány művészünk volt? Cserhátitól kezdve. Nem meghalt. Hanem, hogy érdemtelenül. Kicsit, tehát tudjuk, amit te mondtál, rajta nevettek, és nem vele legtöbbször, tehát ő azért nem volt egy nagy tehetség énekben.
Igen, ő annak idején a 60-as, 70-es években indult ki, mit tudom, ahol az első körben eltanácsolták, hogy nem biztos, hogy énekelni kell. De nem adta fel. Jött az, nem adta föl, jött az internet, és a fiatalok fölkapták, és őrült sztár lett, és a Sziget, és körbehurcolták, és ott is azt érezted, én láttam őt egyszer koncertezni szegényt. Tudod? És ő nem vette azt észre, hogy itt ő neki nem a zenéjéért jönnek el, hanem a jelenségért jönnek el. Részben igazad van, viszont nála ugye tudni kell, hogy elsősorban azért csinálta az egészet, hogy a fián segíthessen. Igen, ebben igazad van. És hát tudod, segíteni. Igen, ebben igazad van, és aztán még ilyen lakásmafia ügybe is belekeveredtek, majdnem elvesztették a lakásokat, tehát ebből a szempontból igazad van, csak egy picit úgy érted, hogy felkap a világ, és visz, és egyszer csak letesz. Ha nézd meg a Cserhátit, nézd meg az Antal Imrét, nézd meg nagyon híres magyar színészeket, nézd meg nagyon híres magyar énekeseket, énekesnőket, hányan halnak meg depresszióban, magányosan, egyedül, attól ugyanolyan depressziós vagy. Tehát, hogyha nem nincs produktum, és eldob a világ, vagy van produktum, de eldob a világ, talán még jobban egyébként, mert ott, ott még rosszabb. Hát tényleg, tehát, hogy... A fantasztikus magyar színészekről tényleg csak annyit. Hányan? Mit tudom, a 60-as, 70-es, 80-as években, talán 80-as évek közepétől kezdve már egyre kevésbé, de hány mozifilm, hány tévéfilm, hány játékfilm, hány felkérés volt gyakorlatilag egyik felkérés a másikba, illetve rengeteget foglalkoztat őket, aztán a rendszerváltással, hogy ennek az egésznek vége. Eltűnt, így van, igen. Hát a szegény Antal Imre, ugye, hát kirabolták, leitatták, elvették az örökségét. A Cserhátiról miket hallasz, hogy milyen magányos volt, depressziós volt, nem nyitotta rá senki az ajtót, pedig mindenki a vállán vette. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem az nem az a rossz. A kérdés, hogy ezt hogy élte meg? Tehát ő ezt úgy élte meg, hogy ő boldog volt, amikor a színpadon volt, és szerintem egyébként az igen. Biztos, ez tuti. Vagy ő tudta, hogy kicsit rajta nevetnek, de csinálta, hogy segítsen a fián, de szerintem nem. Én láttam több műsorban, mert ő meghívtuk egy csomószor. Tehát amikor az Ukrin Benedek nagyon ment, és a Pákóval összeveszett, és azt mondta, hogy te ki vagy, én vagyok, fekete Pákó, és akkor veszekedtek a stúdióba, és a Ukrin Benedek énekelhetett, ő volt a világ legboldogabb embere. Aha. Hogy elénekelhette a Rebeka, meg a göndörhajú, vagy mi volt neki? A kis patak. A kis kutyám, van nekem egy kis kutyám. Ez volt a Rebeka, igen, van nekem egy kis kutyám. A Rebeka, igen. Hát, szóval, hogy én sajnáltam azért ennek ellenére. Úgy tegnap elolvastam, és mondom, szegény Benedek bácsi, nem? Olyan kis helyes volt. Okozott jó pillanatokat, vagy szerzett jó pillanatokat nagyon sok embernek. Úgyhogy csak olyan az ideig Remiből már ki is maradt. Igen, hány olyan előadó van a Szigeten, akinek kívánok, hogy nagy színpad, teltház van a tánc sátorban, vagy a milyen tánc sátor volt, ez régen, várjál, a táncdal fesztivál sátor, és ott sem vagyok benne biztos, hogy veled együtt nevetnek, hanem rajtad, de közben tele van a sátor. Ő is ott lépett föl, tudnék mondani még 8-at. Nem? Igen. Akikkel ugyanúgy bánik a közönség, mégis amikor színpadra állsz 3000 ember előtt a táncdal fesztivál sátorban, neked az boldogság. Tehát, hogy szerintem ez boldogan élte az meg. Biztos, tuti, hogy ő boldogan élte utána. meg. Igen. És hát valószínűleg őnek is soha nem is jutott eszébe, hogy ez neki nem így jár, vagy nem jár így az élettől, meg hát mi az, ami jár, meg mi az, ami nem jár, és egy jó kérdés, csak én ugye azon gondolkodtam, hogy fölkap az internet, valami miatt divat lesz. Legalább ez is meg volt. Te is nagyon jól tudod, hogy hány olyan nagyszerű rockzenész van, akik fantasztikusan játszanak a hangszerükön, de valahogy soha nem jön nekik össze, egy dalukat nem tudják megjegyezni, mindig a háttérben mozognak, a háttérben dolgoznak, aztán szegények úgy is múlnak el, hogy a kutya nem emlékszik rájuk, illetve csak azok, akik mondjuk befektetések a szakmában. Nagyon szerették. Hát igen. Szóval, hogy Benedek bácsi, szegénykém, majd lehet, hogy belehallgatunk egy-két slágerre. Én emlékszem a dalaira egyébként. Tehát, hogy nem, a dallamára se. Volt. Tehát, hogy igen. Volt a Rebeka, meg nem, mi volt nem a másik? A kispatak. Kispatak. Ja, a kispatak, nagyon. Igen, ez volt. Ez volt a másik. Volt egyébként több dala is, de ezt a kettőt szerette meg igazán a közönség. Ezzel futott be, ezzel a két dallal, és az első szem a Rebeka volt. De hát van ott egy nagy lemeznyi dalok vannak. Ő azért dermelt, ha a Rebeka volt az a Billie Jean-je. és de azok már nem jelentek meg? Vagy hát, nem? De szerintem azt hiszem, hogy még talán kazettán adta ki a 2000-es évek elején. Szerintem ott nála amúgy sem a kazettáladás vagy a hangkordozókból befolyó összeg volt az, ami nagyon hozzájárult ugye a családi kasszához, hanem inkább ezek az alkalmi fellépések. Hakni a koncert. Egyébként azzal is kíváncsiak, hogy hányan verték át, tudod, szegényt. Beleesti 2000-be, ez már akkor nagyon nagy biznisz volt. Tehát biztos, akkor már hogy volt egy-két menedzser, majd én, Benedek bácsi, majd én szervezem. Lerángatták, lehúzták, jól van, biztos, igen. Persze. 90-10, de hát tetszik tudni mindenkinél így van, a legnagyobbaknál is.
És a Michael Jackson tízegységet keres a menedzsere 90-et. Ah, igen. Na mindegy, hát Benedek bácsi, sajnáltam tegnap. Tegnap, mikor hallottam. Gyerekek, viszont pluszt mutatott a hőmérséklet, az egy volt. Éles váltással menjünk tovább. Ugye már jó idő alakul, és tegnap vásárolni voltam egy baba nagy kerben, gyerekek. Hát ez naponta kell oda járnom. Még kettőt, hármat. Tessék, még veszünk, mint Angelináig, még bevásárolunk egy szír gyereket, még nem tudom, milyen gyereket még. És megállapítottam, hogy 5:30 még világos volt. És most így naponta, percre pontosan figyelem, és ez valami elképesztő. Bizony, és február van még csak. Hát ez mi lesz? Igen, sötét, világos lesz. Lesem egy majd a nap. Hát milyen világ ez? 5:30 még láttam a nőket, akik egy hordóban gyújtanak tüzet, és várják a klienseket. Elképesztő gyerekek, amerre én megyek. Nem, képzeljétek el, hogy ez az új szokása a csajoknak. Igen, amerre én lakom. Azt csinálják, ez, hát most nem tudom, ez a Kamara Erdei út. De nem is kell szerintem elmondani, hogy hol van, akinek hát igénye van rá, azt tudja. Van benne, hát most ja, akkor tudom, Kamara Erdő. Nem azon az úton, csak arra felé. Igen, a busz megálló után kell kimenni balra. Tudom, nekem is mesélték. Brooklyn. Következő történik, jössz te a hetesen, elfordulsz egy lámpánál, ráfordulsz erre az útra, és állnak a csajok, brutál minibe, de olyan minibe, hogy megnézed őket. Hát az arcukat nem mindig látod, és ilyen hordókban ég a tűz. Fáznak, mert miniben van. Én nem láttam még ilyet. Ezt én tényleg amerikai filmekben láttam, hogy papírzacskóval isszák, nem tudom, az alkohol. Hordókban ég a tűz, és a csajok ott melegednek a hordónál. De én bandanas férfiak, meg ugrálautók is vannak. Nem, ez nem. Vannak autók, nem. Csak arrébb. Nem tudom, hol vannak a előálláspontban. Nem tudom, hol vannak a palik. De ott állnak a csajok. De szerintem tudják, hogy mindenki. Tehát ez ezer év állnak ott. Tehát ez, semmi baj nincs. Erről beszéltem, Éta utcát is. Tehát a rendőrök ezt tudják, nem fognak ettől elmenni. Viszont hordókban melegítik magukat. Már nem ők állnak be a hordóba, ég a tűz, és így körbeállják. És olyan, mint ez egy ilyen gangster filmet forgatnának. Ilyen szenzáció. Nem álltál oda kezdet melegíteni? Kérdezi, hello lányok, mi van? Kérdezi is a Viki, hogy miért megyek ennyit a baba nagykerben? Mutatod, hogy erre közelebb. Megint itt a GPS. Megint cumit kell. Hova mész cumiért? És nem hazudott. És nem volt benne az. De az jelzés is egyébként, azt mondják. Tehát, hogy jelzőtűz is az arra járó autósoknak, hogy vigyázz, ne nézz jobbra, mert itt a látvány. Ja, mint annak idején a középkorban, ugye. Jönnek a törökök. De hogy azt nem értem, hogy akkor a többiek miért nem csinálják, vagy miért csak ők csinálják, én sehol a városban nem látok ennyire egyéni módját, ilyen szintű hangulatvilágítást. Tehát olyan hangulatos mész, és égnek a jelzőtűzek. És így látod, ahol nem ég... Ott már hazamentek, vagy... Én, ahol nem ég, ott azért nem ég, mert ott... Hát éppen az üzletet bonyolítanak le. Ott máshova dobják a fát az ízre. Tehát ég, nem ég, ott ne állj meg. Ég, megállsz. Hát nem, akkor mész a mamutban, meg a, tudod, a, nem tudom, az alléba, és akkor ott égnek a piros zöld lámpák. Így van, de tök praktikus, mert melegszik is a hölgy, a mini miatt fázik, ugye, a miniszoknya miatt, és a kuncsafnak nagyon jelzi, hogy itt kérdezni is akartam egyébként, hogy fura volt, hogy még az orlugomon keresztül is átjön ez a füstszak, hogy hogy vannak. Nem, gyerekek, tegnap tábortüzet raktunk a gyerekkel, és szalonnát sütöttem. Te, ahogy a szalonnát forgatod. Szalonnát sütöttem. Egyébként szoktunk nyáron, van egy kis tűzrakóhelyünk, nagy szalonnasütők vagyunk. Úgyhogy nem azaz, te nem azt érzed. A hagymát érzed, a szalonnát és a pirított burgonyát. De mondom, ilyet még én nem láttam. Már máshol, itt már régen. Több funkciós a dolog. Jelző és melegítő. És még egy dolog van, mert ha mész az autóval, ezt mesélték nekem, mondom, egyenes az út. A reflektorod előre világít, vagy a lámpád, ugye nem reflektorozunk ott a helyszínen, mert hát azért csúnyán kiabálnak a lányok. Nem látod az árut. Aha, ez igaz. Mert nem világít ki oldalra. Na jó. Az, aki válogatni akar, az lássa is. Na jó, de egy csomó kérdés megfogalmazódott bennem. Egyrészt, amikor te felveszed a műszakot. Igen. Tehát munkába állsz. Igen, meló van. Ugye, meló van. Akkor te bemész előtt egy tűzértelepre, és elhozod magadnak a fát, vagy azt mondják, hogy aranyom. Kivisszük. Házhoz visszük. Rőzsebokorszedés, irány az erdő, mint Jancsi Csulika szórjál morzsát magad, de kiviszi nekik a fát. Hogy gyújtják meg? A bika. Tessék? Szerintem a bika viszi. Igen? Persze. Hát ez én azt gondolom, hogy ez egy szolgáltatás a munkahelyén. Nekik fél nem rossz csajok.
Tehát pasi szemmel, nem erősök, én láttam már azért. Nem túl előnyös a megvilágításnak az a formája alulról, tudod, egy ilyen fénycsóva. Tehát, hogy így ott áll a, hogy hívják mellette, mert a hordó mellett, és alulról kap egy ilyen tipikus ilyen nézeti. Valamikor világos van, hogy a jelzőtüzek nem mindig égnek. Én láttam már azért egy-két helyet azért a négyes mellett, hogy mész, ugye ez, hogy azért állnak drámák néhány helyen. Azért valami gyerekek dráma van, ugye? Tehát, hogy hát ki mihez szokott. De hogy kiviszi nekik a fát? Vagy hogy van a fagyűjtés? Ők maguknak össze kell szedjék? Nézd, ha reálisan nézed. Van egy fás ember? Ugye, mert ott van munkaruha, kötelező munkaruha, mint mondjuk a villanyszerelőknél a vastag gumipal. Igen, hát, igen, a lányoknak vékonyan más kell öltözni. Igen? Na most a ézében, a magas sarkúban biztos, hogy nem megy rőzséért. Tehát ki akkor az van, egy fás ember, aki ezt összegyűjti. Vagy van egy fás ember, vagy most a szakszervezet. Már benzinkúton lehet kapni ilyen összekötegelt kis 5 kilós fát. Az beesik a hordóba. De azt megvesz... Miért? Hát a hordó, az ekkora hordó. De vagy a tetején ég a fa. Nem, hát bent, ez ekkora fa. Az berakod, az lemték. Tehát akkor azt vagy föl kell tölteni homokkal, vagy meg kell csinálni, hogy ez a hordó az 1 méter magas. Ezek a kis benzinkútok kapható fák, ezek 20 centisek. Ezt beledobod, az beesik az aljába, hát soha meg nem gyújtod. A tűz a tetején ég, de nem az egész hordó van tele, tehát valahogy vagy homokkal van tele töntve, vagy meg van támasztva valamivel, és csak a tetejére rakják a fát. De nagyon nagy tüzet ezt kéne raknod, hogy ez kiégjen a hordóból, ha lerakod az aljára a fát. Igaz. Vagy bele kéne raknod 8 köbméter. Nem olcsó, az mondjuk ég egy darabig. Mondjuk hogy fújod el? Egy deci benzinnel ezt meg lehet oldani, ezt a problémát. Na de hiába öntöd le magát a fát a hordó alján, ha leöntöd, az föllobban, utána visszamegy kicsire, és nem ég ki a hordóból, mert a hordó 1 méter, a fa meg lent. Honnan értesz ehhez is ennyi? Nem, hát én nem veszek, sokszor veszek ilyen benzinkúti fát, hát az ekkora. Tehát az valahogy be kell önteni homokkal, megtámasztani a hordó 3/4-ét, és arra rátenni a fát, hogy kiégjen a hordóból. Egyébként bennégne az aljába, meg elaludna, mert nem kapna oxigén. És a teteje van a hordónak, és azon... Közel neked ahhoz, lapja, hogy ezt lásd. Nem, én ezeken gondolkozom, tehát a hülye, tudod, a családos mi gondolkozik. Nem, hogy csinálják, fel van töltve homokkal az alja, és mondom, ezt is érti. Gyerekek, mi gondolkozik egy 20 éves, mennyibe kerül? Mi gondolkozik a 40-es, aranyom meg nem fáz, meg hogy gyújtanak tüzet? Nem így van, nem így van. A 20 éves megálljak, ne álljak, a kutyafáját egyszer élünk. A 40 éves családos, édesem, hogy rakja meg azt a tüzet, hogy ez a hordóba jön. De teljesen jellemző gondolkodás volt. Szóval, hogy akkor viszi valaki nekik? Hát nyilván van egy ilyen kis körszállító, szett meg. Van egy falerakó ember. Mindenhol egy ilyen izét ledob, egy ilyen kötek fát. És nem csak jó magyar forintot fogalnak el, vagy fogadnak el, ugye a szolgáltatásokért cserével, tudom, hogy valaki egy izével, egy raklap fával, tűzifával, német brikettel. És az olyan, mint a hűsítővíz, vagy mint a nyári munkákon, nagy munkákon a munkavédelmi víz. A munkavédelmi víz. Aha. Igen. Munkavédelmi tűz. Munkavédelmi tűz. Igen. Vagy vonják a béredből, hogy te most elfüstöltél 2 köbméter fát aranyon, vagy fázol, vagy tüzelsz. Ha tüzelsz, akkor kevesebb. Hát felé, itt is világítanak és fűtelek, és mi nem fizetünk érte. Ez a rezsi, de ezt akkor állja a munkáltató. Na mindegy, úgyhogy vettem cubit. Aha, és jó volt. Gyerekek, lassú folyású cumit tudtam venni, úgyhogy elintéztem mindent, amit... Lassú folyású. Van ilyen? Persze. Hát van, a gyors médium, folyású? A gyors, a lassú folyásút kellett, a gyerek nagyon alul, úgyhogy muszáj ma is arra mennem. De hol folyik egy cumi? A közepén. Nem mindegy, hogy milyen lyuk van rajta. Hát ugye hány lyuk van? Olyan cumit, aha! Hát hány lyuk van rajta, ugye? Ja, két lyuk, mekkora lyuk? Két lyuk vagy három lyuk. Van a közepes, a lassú, meg a gyors. Tehát az áteresztést szabályozod, ez a médium, kis lyuk, nagy lyuk. Nagyon szív, akkor ugye lassút kell venni. Ha lassan szív, akkor vehetsz egy kicsit nagyobb lyukút, illetve nem mindegy, hogy miért szív, mert ha nagyon jön a cumiból, akkor nem lemarad a ciciről. Nagyon jön a cumiból, lemarad a ciciről. Jó azoknak, akik türelmesek, nekem mindig gyors. Úgyhogy gyerekek, sikeres volt a tegnapi nap. Ilyen magas rögtű kérdéseim vannak nekem. Jó, de jó, hogy ezt felvetetted, mert ahogy látom, az SMS falat sokakat érdekel, ami viszont megdöbbentő, hogy nagyon sokan tudják a fára a megoldást. Bizonyám, tehát hogy van az, hogy azért is mindenki tudja, hogy ki viszi nekik, hogy viszik nekik, mennyi fát kaptak, igen, azért az érdekes. Van egy ember, aki viszi nekik, hívjatok Krisz. Krisz, elhisszük, nem akarunk ezzel hosszabb ideig foglalkozni, de akkor van külön fa szállítójuk. Aha, így már, így értem. Nagyon-nagyon kultúrát voltam. Nagyon jó. Tehát külön ember van, aki szállítja a fát. Ő a fa szállító. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Fél hét múlt pontosan 1 perccel. Aki szeretne játszani, az játszon velünk. Jó? Miért állunk egy-egyre? Mi történt?
Hát, mert egyet nyertünk, egyet veszítettünk. Tegnap volt egy játékunk, illetve te játszottál egy autóbuszvezető hallgatónkkal, és elég. Ez szörnyű emlék. Nem volt erős. Igen, megadtuk, mert jó fejek vagyunk. Elég közepes volt a játék, hogy közepes, finoman fogalmazunk. Közepes játék volt, igen. Jól van, drága Morning Show hallgatók, jelentkezzetek SMS-ben játékra. Aki szeretne bennünket legyűrni, megteheti. Még nincs nyertes hetetek. Csak mondom, hogy szívjátok föl magatokat, ne legyetek puhányok, legyetek végre kemények, mert eddig úgy játszotok, mint a kislányok. Így van. Mutassatok végre valamit. Mutassatok végre valamit, nincs nyertes hetetek. Jöttök itt, arcoskodtok, meg mindent írtok, meg nagy szájatok van, de nem tudtatok hetet nyerni. Ügyesek vagytok, jók vagytok, de nem. Eddig elment. Eddig elment, úgyhogy valaki, aki nagyon kemény, az jelentkezzen játékra, jó? Mi meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 8 perc múlva, pontosan 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és hát várjuk a játékra jelentkező SMS írók jelentkezését SMS-ben. Na ez. Ez gyerekek, tudjátok mit, írjatok SMS-t. Ez a fa probléma megzavart bennünket. Azért kapjuk az SMS-eket, mert vannak expertek a témában, de nem akarunk már ezzel foglalkozni. Azt mondja, hogy gyerekek, annyi milyen kis mini hírünk van ma, hogy egészen 10-ig tudnánk ilyen 10 perces hírekkel foglalkozni, de nagyon sok minden történt a tegnapi napon, úgyhogy több. Jól van, na nézzük akkor ki a hét harmadik játékosa, aki már, ha minden igaz, akkor itt is van, és nagyon elszán, nagyon szeretne nyerni, kicsit úgy látom, hogy az arcoskodásunkon néhányan fölhúzták magukat, ez jó, és a földbe akarnak döngölni bennünket. Ne, legyetek kislányok, hát most tényleg ránkedtek az ember, most arcoskodunk picit, és egyből itt sírtok, picsogtok, hát most... Ez most azért, mert meglettél szólítva, hát van ez így? Igen, azért meglettetek találva egy picit. Ideges lettél a dolog, hogy nyilván te is úgy érzed, hogy jogos, mert különben idegeskedni. Igen, na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Hogy hívnak? Melinda vagyok. Melinda a hegyről. Hello, Melinda! Nem miszked, Melinda. Tessék. Nem miszked, Melinda a Halloweenből. Tényleg nem a tegnapi Melinda. Nem. Dolgozok. Dolgozom, mert tegnap van egy pár kereső játékunk, szinglik találkoznak, és tegnap Melinda volt. Igen, azt hallottam. De te nem az a Melinda vagy. Én nem az vagyok. Uh-huh. Te mibe alszol? Ágyba. Ó, szellemes! A kutya fádat, de ilyen szellemes. Igen. Honnan hívtál minket, Melinda? Nyúlról. Nyúl? Na. Az... Most mi is tolhatnánk erre egy Tudnánk erre mit mondani. Győr környéke? Igen. Győr környéke, ugye? Nyúl. A nyúl és a nyúlon túl. Tudtam. Tudjátok, mi volt a nyúlon túl? Hát az az a... Gyaloggalop, persze. Mit csinálsz, Melinda? Hát adminisztrációs munkát végzek és szerelek. Szerelsz? Mit szerelsz? Takarítógépeket. Ha, és akkor utána adminisztrálod a takarítógépek összeszerelését? Ja, utána a papírjaikat. Mondd nekem, hogy van-e olyan takarítógép, amit kikölcsönzök, de nem kikölcsönzök, hanem kijön vele egy ember, és az ülőgarnitúrát kitakarítja. Ilyen van? Olyan nincs. De van. Nálatok, hogy egyébként van olyan gép, amivel ülőgarnitúrát lehet úgy takarítani, hogy nem adnak nekem egy ilyen mosógépszerű gurulóval robotot, és azt mondja, hogy 4000 gomba rajta tud, és takarítsam ki. Hanem én kifizetem, lusta vagyok, igen, beismerem, de kijön egy néni, egy bácsi, egy pasi, és egy óra alatt kitakarítja. Ha Melindának van igaz, és ilyen ember nincs, akkor nem tudom, hogy ez az ember mit csinált nálunk néhány nappal ezelőtt, beszélem kell Mónival. Van ilyen, add már meg a számát. Kellene nekünk egy ilyen gyerek. Gyerek ráugrik az ülőgarnitúra, és szilikózisban ott üsszögünk. Tegnap eldöntöttük, hogy jó lenne kitakarítani az ülőgarnitúrát, mert nagyon, nagyon szállapor. Melinda, kivel szeretné játszani? Kit szeretné megbüntetni? Balázs. Ne, Melinda, de most komolyan, a Jani még a héten nem játszott. A Feri még a héten nem játszott. Te játszottál eddig nem egyedül? Baj. Ez most egy kicsit tényleg kezdem. Melinda, mondd meg, hogy miért? Mert én Balázsra szeretnék. Aha, de na. Úgy érzed, hogy őt meg tudod verni, vagy őt szereted, aha, a legjobban, vagy...
Hát talán meg tudom verni. Ja, hogy a gyengére mentek, a vérzőre mentek, mi? A leggyengébre. Nem vagyok olyan gyenge, mint tavaly, csak mondom, hogy már majdnem kilovagoltam. Azt kell ütni, ahol lilul. Hát tényleg, hogy a kávémat nem tudom meginni. Na jó, nem sírunk, nem nyöszörgünk, Jani. 3, 2, 1, fire! Itt vagy, Linda? Igen. Köszönjük szépen! Csodálatos volt! Ez az, most adj neki, ne fogd vissza! Szép volt, Bali. Hát nem volt rossz, nem volt rossz, de ugye akkor ilyenkor persze felmerül egy gyanú, hogy picit gyorsan jött ez az igen, tartozol esetleg Balázsnak, távoli rokon vagy. Szerelem, hát mit tudjuk mi? Elinda, ennek a legősibb trükknek így bedőlni, hát azt hittem, ezt már ember így csak ki megeszi, mondom, első több hátha. Figyeltem, hogy elindítottátok az órát. Hát elég hangosan számolt vissza, Jani. Volt ott egy minden idők egyik legrövidebb játék a gyerekek. Hát igen. Ha nem a legrövidebb. Melinda, hát mondom, hogy egy picit tényleg most már hagyjatok, mert már nem vagyok olyan, mint tavaly. Megtaláltam a formámat. Nem olyan vagyok, jó, mint a Dortmund, akik éppen elveszítették. Most magamra találok éppen. Támadok, igen. Tényleg. Melinda, ez egy rövid játék volt, viszont annál felejthetőbb. Nem örültem, hogy beszéltem veletek. Mi is örültünk. Ma mész dolgozni? Persze, most is itt vagyok. Aha. Ja, már benn vagy. Hát akkor nagyon jó munkát neked. Köszi. Vigyázz magadra. Jó, köszi a játékot. Ciao. Hello. 2-1. 2-1. Menő, holnap megint megversz egy játékos, hiszen te fogsz játszani egészségedre. Igazam van. 3-1. És akkor megvan a hét. És ez a hét csak a tiéd lesz. Nagyon jó. Gyerekek, lehet velem szórakozni. Lehet húzogatni a bajszomat. Lehet engem itt mindig kihívni játékra. De így jár az, aki még mindig azt hiszi, hogy ez a tavalyi Balázs. Valami megváltozott. Így jár az, aki azt gondolja, hogy nem találtam magamra ebben a játékban. Csak mondom. Bizony, stílus, rafináltság, csavaros kérdése. Itt vagy. Igen. A régi Balást idézem ezzel a játékkal. Na, 7 óra lesz, pontosan 3 perc múlva. Többen kérdezik tőlünk most már napok óta, hogy a halál hírét keltetik újra valakinek, és járjunk utána, hogy így van-e. Mi nem hiszünk ezekben, és soha nem szoktunk utána járni, de most megtesszük leginkább azért, mert inkább kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi van vele. Így van. Ráadásul legendásan jó a kapcsolatunk az illetővel, és ezért is úgy gondoljuk, hogy személyes ügyünk is egyben az, hogy kiderítsük, hogy mi áll a hír mögött. Így van. Ugye napok óta jönnek az SMS-ek, hogy Vágó István, Vágó István. De ez már velem kapcsolatos, veled kapcsolatos, Janival kapcsolatos, mindenki megjárta már, hogy legalább 3-szor meghalt a Facebookon, kiderült, hogy ezek ilyen lájkvadász oldalok, rákattintasz, átkerülsz egy másik oldalra, lájkokat gyűjtenek, el tudják adni, értékesíteni a felületet, nem tudom. De... Még a Tibiről is. Igen, mindenkiről is, de mondjuk igen. Őrült neki, mert legalább is egy picit megsajnáltathatta magát. És írtak róla. Ez lájkhelyeket jelent. Igen. Szóval felhívjuk Vágó Istvánt, és megkérdezzük, hogy éle még. Nyilván igen, egyébként nem gondoljuk, hogy a hír háló, az István, igaz lenne. Okay. Köszönjük szóval szépen. Viszont egy kicsit beszélgetünk vele, megkérdezzük, mit csinál, hogy van, ha elérjük. Akar-e még televíziózni? Tervem van-e véve, hogy ilyen szépen mondjam, hogy esetleg visszatér egy műsorral? Szkeptikus-e még? Utazik? Merre járt? Egyáltalán mi van vele? Őt egy ország imádja, egy ország imádta. Egy kicsit utána járunk, hogy mit csinál mostanában Vágó István. Megvitatjuk a Kemtrét, na jó, nyilván nem fogunk összeveszni élőadásban, mert az egy hosszabb beszélgetés lenne. Igen, igen. És hát megpróbáljuk elérni. Na most mi van, ha nem veszi föl, mert alszik? 600 dolog van a fejemben, amiről tudok mellette azonnal másról beszélni. Nem, az elcserélt ikrektől kezdve. De akkor várjál. 4-10 percet sem maradom. Lehet, hogy már nem él. Hát, tételezzük fel, hogy alszik, vagy bretyom van. Na, tehát, hogy... akkor azzal tápot adunk azoknak az embereknek, táptalajt adunk annak a hírnek, miszerint már nincs velünk. Aki ilyen hülye, hogy egy Facebook bejegyzés után tényleg elhiszi, az megérdemli. Annak nem kell táptalan, tehát, hogy mi is inkább azért hívjuk föl, hogy kicsit beszélgessünk vele. Egyszerűen kíváncsiak vagyunk rá, hogy van. Úgyhogy, ha elérjük, akkor Vágó Istvánnal beszélgetünk. Jó, a hírek után Ákos elmondja a legfrissebbeket. Egy perc pontosan 7 óra. Jövünk Istvánnal a hírek után. 7 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok. Hello drága hallgatók, szerda van, és hát igen, a hét talán egyik legnehezebb napja, bár nyilván vannak, akik szeretik, mi kevésbé. De túl leszünk egyszer ezen is. Ugye a szerda az, amikor már elmúlt a hétvége, de még nincs meg az új hétvége előszele, de már nem is hat az utószél, ugye? Tehát, köztes állapot. Egy fura lebegő állapot, mintha nem lenne vége
a hétnek, de nyilván vége lesz. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, Salgótarján és környéken napok óta nagyon rossz a vétel, Mámsztín küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi is kapjuk az SMS-eket, igen, szóltunk már, amit technikai vezetőnknek, drága Gyulának, hogy vigyen egy létrát és másszon föl a Salgótarjáni torony tetejére, és valamit, hogy bügyköljön, mert több ott csak be az antennát. Valamit fordítson, a hiba nem nálunk van, hanem valószínű ott valahol egy adott toronyban, de rajta vannak embereink, és mennek. És csinálják. Úgyhogy a kitartás. Hát addig hogy? Online? Nem? Hát csak az. Csak az. Vékes Csabán a Csaba Centernél baleset történt, az Andrássy út felől érkezők a Bartók Béla út felé tudnak kerülni, a Jukai út felől érkezőket ráterelik az Andrássy útra, ezt Pidi küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as 203-as kilométernél Budapest felé most állítják fel a három lábút, üzeni Levente. Köszönjük szépen. És Lókút és Hárskút között az út le van zárva hó átfúvás miatt, ezt Zolika küldte nekünk, köszönjük szépen. És azoknak a hulladék átvevő telepes hallgatóinknak mondjuk, akik szeretnek minket és sokáig szeretnének hallgatni, hogy ne vegyenek át olyan alkatrészeket, amik szemmel láthatóan egy hadótoronyból vannak. Igen, tényleg nem, mert akkor minket nem tudnak hallgatni. Tehát, hogy, ha ti átvesztek egy ilyet, ha már ott van, akkor mindegy. Igen, akkor már lebontották. Ha ti átveszitek és látják, hogy erre van kereset, akkor napi 100 000 hallgatót vesztünk azáltal, hogy elkezdik ezeket a torjukat lebontani, úgyhogy ne vegyétek át, küldjétek vissza, és mondjátok meg a Delik másnak, hogy figyelj, ragd vissza. Tehát kedveljük a Janiékat, szeretjük a Ferékat, légy és pakold vissza. Szeretnénk őket hallgatni. De köszönjük az észrevételt mindenféleképpen. Továbbítjuk. Na! Napok óta kapjuk az SMS-eket, ugye, hogy meghalt Vágó István, és egész egyszerűen kiírthatatlanok ezek a posztok, már te is túl vagy, Jani is, én is, Kaszatibi is, mindenki, aki a közszereplő, hogy egyszer valahogy az van, hogy én balesetben, a Tibi, nem tudom, betegségben talán. Van, nehéz, nem balesetezi, nekem van. Igen, ez egyik legdurvább agyrákban haltam meg, ami eleve az én esetemben egy kizáró tényező. Tehát, hát pedig helye van. Fura volt, hogy nem tüdőt írtak, vagy tehát agyat értettem, nem is értettem, hogy már szinte dicséretnek vettem, hogy nem is értettem ezt a jelzőt, hogy agyrák. Örültél az elismerő szavak. Igen, ez én esetemben ez barokos túlzás, ugye? Tehát ez egy orvosi ellenmondás. Ilyen nincs. Jó, de hogy ilyen tényleg nincs, hogy agy. Tehát mi az, hogy agyrák? Ritkán már hát tumornak mondják inkább. Igen, de hogy agyrák az nincs. Az okát fejtsük már meg, aki ezt elindítja, mielőtt megkérdezi. Lájkvadászat. Ennyi? Persze. Tehát oda klikkelsz, lájkattintanak. Számodhoz el lehet adni. Hát lájkvadász oldalak csinálják ezt. Hirdetési felületeket adnak el. Tehát teljesen egyértelmű. Vagy szeretnek. Vagy szeretnek. Nagyon szeretnek. Tízig összerakom a sok kis téma között. Igen, tehát ez az oka. És Vágó Istvánról is megjelent egy hír. Mi szerint, ugye hát azt írja, egyébként egészen megdöbbentő módon, elképesztő pofátlanok egyébként, hogy gyógyszer túladagolásban elhunyt Vágó István, ismert televíziós kvíz műsorvezető. Tehát beteg, mert gyógyszert szed. Érted? Igen. Már ott van az alap. Igen. És akkor utána még rámegyünk erre, hogy túladagolta magát. Egyébként az a Vágó István, aki egy gyakorlatilag a realitások talaján élt, tehát nyilván, ha valamilyen gyógyszert szed, akkor az az első, hogy jó, kétszer kettő, akkor azt igen, nem az lépett. Nem kétszer három. Igen, nem kétszer három, nem kétszer két és fél, tehát ha ő az érzeket szerintem betartja. Igen. Most itt kiderült egyébként aztán, hogy itt egy olyan oldalról van szó, ami hát tulajdonképpen ez egy ilyen blogszerűség, egy ilyen nekrológ blog, ahol nyilvánvalóan visznek szánt szövegeket terjesztenek el egyébként, de gyorsan elterjedt a hír, tehát nem értették, hogy emögött ugye az van, hogy ő egy homeopátiás tüntetés szervez, kipróbálja magán a homeopátiát, erről szól ez a kis bejegyzés. És ezzel adagolta túl magát. És ezzel adagolta túl magát tulajdonképpen, viszont ez szányra kapott, és hát elterjedt, hogy Hogy Vágó István meghalt, hogy így van. De most őszintén gondoljunk bele ebbe az egész történetbe. Nagyon sok olyan ember van, aki fél információkból él, azok alapján tájékozódik, nem néz utána a dolgoknak, nem megy fel az internetre, egyáltalán nincs is internete. Na most valahol ez így megjelenik, legyen egy újságban, legyen egy szalagcím, nyilván a bulvárlapok is úgy hozzák le ezt a hírt, hogy szépen ki van emelve maga az a tény, amit tényként közöltek, de hát tudjuk, hogy itt egy fals dologról van szó, vagy tudni véljük, hogy egy fals dologról van szó. És az emberek egy része ezeket tényként kezeli. Átveszi, és azt mondja, hogy úristen, hallottad Margitka, a Vágó úr, elhogy. Pont nem ők a veszélyesek, szerintem, hanem pont az a veszélyes, aki elolvasta ezt a nekrológ blogot, ugye, ami arról szól, hogy
leírja, hogy elhújt Vágó István, de hogy azért, mert túladagolta magát ilyen homeopátiás szereke, ami ugye nem nagyon lehetséges dolog. Tehát erről szólt, valaki ezt elolvasta, és nem értette, hogy miről szól. Érted? És neki volt internetje. De nem értette, hogy miről szólt a dolog. Mert aztán már, akihez így lecsapódik, hogy elhunyt Vágó István, az... Igen. Ha valaki üzemeltet egyébként egy ilyen oldalt, írja már meg nekünk, hogy ez hogy működik, hogy valaki oda klikkel, és ebben mennyi pénzt lehet szerezni? Vagy ebben mennyi pénz? Mert az, hogy velem is megcsinálták, tényleg... Már akkor mi is csinálunk egyet. Egyrészt, igen, leginkább azért. Én ezen se nem háborodtam, föl sem nagyon érdekelt, tehát, hogy nem verte ki nálam a biztosítékot, sokak erre érzékenyebben reagálnak, talán nem nagyon izgatott, hogy a halálhíremet keltették, de mégis, hogy körülbelül mennyi pénzt lehet ebből egy hónapban összeszedni? Nem akar, ha nem akarja, nem hívjuk vissza, csak írja meg, hogy ő egy ilyen oldalt üzemeltet. Milyen bevétele van egy ilyen rossz ízű pénzszerzési módnak? Mert nyilván mindennek van határa, nyilván mindenki a saját etikai mércéhez képest akar pénzt keresni, nekem van egy ilyen oldalam, és minden nap leírom, hogy valamelyik közszereplő agyrákot kapott, vagy meghalt. Bár ez nem egy olyan oldal, ez egy olyan oldal, akik nem ezt csinálják, ők egy ilyen blogoló oldal. És ők viccnek szánták, kicsit ilyen hírcsárdás stílusban, és akkor így terjedt el. Tehát most talán egy kicsit másról van szó, de nagyon sokan csinálják ezt pénzszerzés miatt. Mennyi pénz jön ebből be? Ugye, nem lájkot vadászol konkrétan, hanem ugye kattintásszám. Ez a nagy megfejtés, a kattintásszám, mert utána azzal már tudsz menni a hirdetőhöz, hogy nézze meg. Igen, itt volt 2015 február. Micsoda forgalom van. Február 4 és mitél 500 ezer kattintás volt. Így van, hát forgalmat generálsz egy oldalra, és utána te ezt az oldalnak a felületét értékesített tulajdonképpen. Éppen erről szól. Én van. Én megmondom nektek őszintén, hogy tehát alapvetően egy érzelmi alapon gondolkodó ember vagyok, én utálom ezeket a híreket. Hát nem csodálom őket. Nagyon sokszor van, így a múltban is ugye előfordult már többször, hogy egy ilyen hírt feldobtak az internetre, és van egy rakás olyan ember, akit én szeretek, akinek a sorsa érdekel, akiket elismerek, és amikor azt látom, hogy jön egy ilyen hír, akkor én abban a pillanatban megyek fel a netre, és nézem. Én már besedőlök neki. Nézem, besedőlök neki. Ha ez nem Origó, Index, hírkereső, hanem valamilyen ilyen, de azok ugyanis ezt nem veszik át? Tehát, hogy ott kell megnézni. De hol akadsz bele? Tehát akkor ez hol terjed? Ha Facebookon vagy, akkor ott terjed. Hát például úgy, hogy elküldi a hallgató nekünk SMS-ben. Én hát, abban a pillanatban megyek is fel, és lecsekkolom, ellenőrzem, hogy nehogy az legyen, hogy mit tudom én, mi itt ülünk a stúdióban, és közben történik valamilyen tragédia valahol az országban egy olyan emberrel, akinek a sorsa foglalkoztat minket, igen, vagy engem. Vagy mondunk vele kapcsolatban valami egy poént, amilyen átokül rajtunk, ugye? Mondunk vele kapcsolatban egy poént, és nem tudtuk, hogy mondjuk 8 órakor ez a dolog megtörtént valójában, és 9-kor még. És már látjuk a lelki szemünkben a következő címlapot. Bedobunk valamit, úgyhogy egyébként nem tudtuk, igen, és ennek ugye nyilván nagyon sokan örülnének, hogy végre újra hibáznánk. Szóval ez egy érdekes dolog. Tényleg, ha valaki ilyen oldalt üzemeltet, egyrészt, hogy hány kattintás szám után fizetnek, hány kattintást kell elérni, mi a mérce, van-e mérce, örülnénk, ha tudnánk vele hírek után beszélni, hogy gyerekek, én ezt csinálom, nem érdekel, nekem ebből pénzem van, aljasabb módon is keresnek pénzt emberek, nem ítélkezni akarunk, csak meghallgatni, hogyha mondjuk ezt a nevünkkel adják el, akkor abból mennyi pénz jön be, nem? Tudjunk, mert mi nevünkkel keresnek pénzt, meg további közszereplő pénzével, valahogy nevével, nem? Ez egy érdekes dolog. Na, hívjuk fel Vágó Istvánt, hogy nem azért, hogy életben van-e, nyilván ennek nem dőlünk be, hanem ha már egy ilyen apropót feldobtak az interneten, akkor hogy van, mit csinál, hogy telnek a nyugdíjas évek, akar-e televíziózni, merre járt legutóbb, és... És hogy élte meg, hogy ilyen hírek terjednek róla az interneten? Igen. Itt vagyok. Jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ilyen kicsit síró, vagy ilyen földön túli volt, amúgy ez az itt vagyok. Hát nézzétek, hallgatlak benneteket, és nagyon magabiztosak vagytok abban, hogy én az vagyok, aki pedig. Hát ugye van közöttetek valaki, aki isz a lélekvándorlásban például. Én vagyok, nem, igen, én vagyok. Hát honnan tudjátok, hogy én valóban nem haltam meg, és újraélek, az is lehet, hogy akivel most beszéltek, az egy második reinkarnációja a Vágónak, nem? Hát az is lehet, de ugye nem akarlak már egyből a beszélgetés elején fölhúzni kell, hogy legyél a lelked egy köztes állapotban, körülbelül 49 napig, és csak utána öltesz testet, ami minimum 9 hónap, hogy megszülessél, majd beszélni tudjál. Tehát te nagyon gyorsan... 49 kell hozzá? 49 nap, az a bordó. Akkor én vagyok. Na jó reggelt, hello. De mit szólsz, amikor ezeket olvasod? Mit szóltál, amikor így gondolom, sokan fölhívtak, hogy figyelj Pista, életben vagy? Mert azt olvastuk, hogy meghaltál. Igen, nagyon helyes emberek hívtak fel, és nagyon helyes emberek olyan féltő gondoskodással küldenek üzeneteket, de 100 szám.
Hát gondolom, hogy ugye hallom, veletek is megtörtént már az ilyesmi. És hát ezekre azért az ember kedvesen válaszol az elején, aztán egy picit már ingerültebben válaszol, és aztán legyint rá, hogy rendben van, tudomásul veszem. De meg kell egyeznem, hogy azért ti is összekutyultok ám mindent. Vegyétek tudomásul, én 3 évvel ezelőtt haltam meg gyógyszer túlmagavolásban, és most agyvérzésbe hunytam el. Ez most akkor agyvérzés volt. Aha. Na jó, de ha 3 évvel ezelőtt meghalt a Vágó István, akkor volt ideje a 49 napra, a 9 hónapos megszületése, és még meg is tanulhatod beszélni, tehát te tényleg nem a Vágó vagy. Most elbizonytalanodtam. Igen. És akkor most agyvérzést. Egyébként ezen felhúzod magad, amikor a neveddel így visszajelnek, és azt mondod, hogy a fene vigyel, hát ne így keressenek, persze azt mondod, hogy figyelj, nem érdekel. Én ezt tudomásul veszem, hogy valaki így akar feltűnni, úgyhogy én nagyon egyetértek azzal, hogy akartok beszélgetni azzal, aki ezt a honlapot üzemelteti. Engem is érdekel, hogy miért csinálja. Engem is érdekel, hogy ebből neki van-e pénze. Megjegyzem azonban, hogy túl azon, amit ti mondtok, hogy rámentek különböző honlapokra, és hogy megpróbáljátok ezt a dolgot igazoltnak venni, azért ez egy különösen aljas címről jön, mert mindenki arra hivatkozik, hogy a Hír 24 írta meg. Uh-huh. Na most ez nem hír24.hu, hanem hír-24.info. Ez pontosan olyan, mint hogyha én üzemeltetnék egy rádiót, aminek az lenne a neve, hogy class-fm.info. Aha. Uh-huh. De és akkor te annyit mondanál csak, hogy ez a Class FM, persze. Hogy a Class FM-ben mondta, és nem is hazudnék, mert valóban csak a kötőjelet nem mondom. Tehát ez nem a hír24, hanem ez egy teljesen más, obskurus, bár az arra a honlapra, hát összekeverhetően hasonlító címről érkezett. Tehát még a dizájn is hasonlít ugye az eredeti Hír24-hez. Nem. Hogyha valaki rámegy, akkor nem. Nem, korán sem. Uh-huh. Nem, hát a Hír24-i azért az egy profi módon kinéző honlap. Az, amin az én halálhíremet közlik most, az viszont hát egy ilyen, én tákolmánynak mondanám. Szóval az is fel kellene, hogy tűnjön. Nem beszélve arról, hogy ugye van egy nagyon szép nekrológ rólam. Komolyan, egy könycseppet el is töröltem. Írtak, de ezen a honlapon írtak rólad? Nem az, hogy írtak, hanem van egy videó, amire megkérdezitek, hogy hogyan terjed. Hát úgy terjed, hogy akkor tudod megnézni a videót, hogyha egyébként ezt közzé teszed a Facebookon. Aha. Na most akkor viszont elmondok mindenkinek egy trükköt, aki mindenképpen meg akarja nézni az erről szóló videókat. Hogy úgy tudod a Facebookon közzétenet, ez már picit kell tudni Facebookozni, hogy a közzététel nyomán te be tudod állítani, hogy mindenki láthatja, a barátaid láthatják csak, vagy csak te magad láthatod. Ezt be lehet állítani. És ha beállítod, hogy mindenki láthatja? Akkor viszont terjed, mint az influenza, de úgy is be tudod állítani, hogy rendben van, közzéteszem a Facebookon, de csak én láthatom, ezt tettem én. Tehát én úgy néztem meg ezt a videót, hogy rákattintottam, ahogy ezt egyébként a honlap üzemeltetője is kívánta, viszont csak én láthatom. Tehát így állítsák be, és így pikeljenek rá. És sírtál? Tehát milyen az, amikor az ember megnézi a saját nekrológiát? Azért az egy érdekes élethelyzet, nem? Valász, egyébként. De hát hozzászoktam már, ugye 3 évvel ezelőtt volt ez a homeopátiás túladagolás nevezetű, hát mit mondjak, happeningünk. Úgyhogy ehhez képest, ugye a 3 évvel ezelőtti halálhírem az vicces volt, mert hiszen pont azt használta ki, amit egyébként én felvállaltan csináltam, tehát hogy bizonyítsuk azt, hogy a homeopátia nem arról szól, amiről sokan gondolják. Ez a mostani, ez kevésbé szellemes, mert nem volt különösebb aktualitása. Hát ne haragudj, hát az agyvérzése mindenkinek lehet. Ugye, hogy az agyrák sokkal különlegesebb? Ráadásul te ismersz az én esetemben az ugye egy kizáró tényezőt. Hát, hagyjad már. Ne ostoroz magad, majd ő megteszi. Igen. Szóval ez így szólt. Voltak a nekrológban tárgyi tévedések, amiket esetleg szívesen kijavítottál volna? Nem. Nagyon szép volt, és meg voltam hatva, és kedves volt. Szóval nem, ez rendben volt. Balázs benne volt a nekrológban? Hogy együtt dolgozott Ágó István, aki együtt dolgozott Sebestyén Balázsral? Hát ez egy olyan rövid szösszenet volt. Hát erre, hosszú... már én,
Erre már én sem emlékszem. Szeretnéd, azt szeretnéd azt te felejteni, de még felriadsz néha éjszaka és felügöltesz, hogy hol vagy. Igen. Igen. Nem, majd Balázs, majd még találkozunk. Na, valamelyik túlvilágon. Pont ezt akartam kérdezni, ha már itt ide át is eveztünk, hogy televíziózás. Ezt teljesen elengedted, és éled a nyugdíjasok nagyon nyugodt életét, amellett, hogy nyilván politizálsz, de most erről effektíven nem is akarunk beszélni, sokkal inkább a televíziózásról. Vagy van benned még egy olyan, akár műsorterv, akár ötlet, akár egy külföldön látott formátum, hogy ezzel te most még szívesen foglalkoznál? Vagy nem, ezt letetted? Én letettem. Letetted végleg? Igen, igen, igen. De lehet ezt tenni egyáltalán? Ugye hát ez egy nagy kérdés, hogy... Nem sokára megtudod te is. Na hát ezért kérdezem, hogy ezt egyszer csak az ember egyik pillanatról másikra elengedi, vagy évek alatt hozzászoktatja magát a gondolathoz, hogy egyszer vége lesz, és akkor... Én szerintem ez attól függ, hogy mennyire szervezi magát az ember egyetlen egy téma köré, vagy egyetlen egy foglalkozási ág köré. Például, hogyha nekem mindenem lenne, vagy lett volna a televíziózás, és csak azért annak éltem volna, hát akkor effektíve, ugye a kirúgatásom után tényleg meghalhattam volna, már abban az értelemben, hogy hát akkor nincsen további célja az életemnek, de nekem van. Tehát én el vagyok ezzel a nevezük közéleti tevékenységgel, ezzel elég sokat foglalkozom, járok, nem mondom meg, hogy hova, nem mondom meg, hogy milyen oldalon, úgyis tudjátok, rendben van, vigyázok, vigyázok. Köszönjük szépen. Ez kitölti az, életemben. Azért odafigyelsz a tévéműsorokra, az újdonságokra? Többé-kevésbé. Talán valamivel kisebb. De nem mondnám, hogy nincs olyan, hogy nézel a tévét, és akkor mit tudom én, megy egy műsor, mondjuk az egy perc és nyersz, és akkor azt mondod, hogy ájj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 j
Hát ki írta ezt a hülye kérdést? És csak térdedre. Egyébként most, hogy mondod, azért így van. Tehát én ezt a kérdést máshogy tenném fel, talán ilyenek vannak, igen. De nem nosztalgiából, egyszerű emberi felháborodás. Hogy te ezt máshogy kérdeznéd. Igen. Uh-huh. És mi van a másik nagy szerelmeddel, az utazással? Azért azt látom, hogy itt-ott azért megjelensz. Én még azon gondolkozom, hogy hova tudsz? Tehát, hogy hova mész, ahol te még nem voltál? Hát ugye most nem régen, persze ez relatív, voltam egy dél-kelet-ázsiai úton, Dél-Korea, Tajvan, és hát úgy néz ki, hogy a Kaukázus lesz a következő. Hmm. Igen, nem, hát szóval ez azért teljes bőzzel megy. Felvíthatod magad az Elbrusra? Jó! Gratulálok! Na! Ez igen! Látod, hogy azért mi is tudunk villanni? Mi néha azért egy picit mi is villanunk. Te jó, hogy átküldted előre, vagy igen. Mindig egyedül egyébként ezekre az utakra leginkább? Igen. Függően attól, hogy hány tagból áll a csapat. De hát voltam Madagaszkáron, egyedül voltam. Az elég izgalmas volt. És még egy csomó más helyen. Hát nem tudom, ez mindig változik. De hát az a legjobb társaság, nem? Nincs kivel összeveszt. De ebben a korban abszolút megértem. Már én néha most is érzem úgy, hogy egyedül mennék. Úgyhogy ez az ember abszolút. Na, erre nem kérdezek továbbra. Néha jó egy kicsi lopott idő egyedül. Attól függ, hogy a feleségemnek hosszúnak tűnik az út, vagy rövidnek, ő nem nagyon szeret repülni. És hát most úgy gondolom, hogy ti is foglalkozhatok eleget ezekkel a légi balesetekkel. Hát ez nem bátorítja őt az utazásra. Hát főleg nem Ázsia környékén, tehát leáll a jobb hajtómű, és erre lekapcsolják a balt, ugye ez már egy mai hír. Hát ez elképesztő, hogy és elküldik őket egy négynapos továbbképzésre, hogy gyerekek, akkor tanuljatok meg egy kicsit repülni, ha leáll a bal, ne a jobbat kapcsoljátok már le. Hát ez rosszabb, mint a hír maga. Egyetértek. Igen. Olyankor nem vigasztanak a statisztikák, amik rögtön beugranak. A világ legbiztonságosabb közlekedési eszköze a repülőjegy. Erről van szó. Te sportolsz valamit? Vagy mozogsz valamit? Vagy csinálsz valamit? Semmit? Nem. Néha kártyázol. Kártyázol. És a dohányzás az még ugyanúgy? Tehát egy szenvedélyként ott van? Jó tesz ez nektek, hogyha erre válaszolok. Igen, jó. Kíváncsiságból kérdezem. Akkor röviden mondom, igen. Az ott van. Igen. És a sportra hát miért vágtál? Talán ez a hosszú élet titka, hogy egy szép kört csináljunk ebben a beszélgetésben. És a sportra miért vágtad rá ennyire, hogy nem? Tehát, hogy ez nincs olyan, amit szeretnél, vagy nem érdekel? De sokat fotballoztam én annak idején, de aztán történt velem egy ilyen véletlen baleset, és akkor azt gondoltam, hogy ennek akkor most már vége. Inkább ez volt benne a szomorú, hogy én ezt tudomásul vettem, hogy többet én nem fogok focizni.
focizni. Meg hát egy foci meccs az másfél óra, addig nem lehet dohányozni. És addig nem lehet rágyújtani. De nézni lehet, az jó. Vágó Isten, hogy köpköd a gyepen. Kevesebbet hallok a szkeptikusokról. Mi történt? Abból kiszálltál? Buddhisták lettek? Vagy végre rájöttetek, hogy tévedtek? Végre rájöttetek, hogy mi van itt a háttérben, és feladtátok. Ez jó, igen. Szóval egyre inkarnálódott Vágó Istvánnal beszél, szóval le is ragaszkodom hozzá. Igen, de nem foglalkozol vele, vagy nem csinálod? Dehogy ne, hát látod, hogy ezzel kezdtem én is. Hogy kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán utána mentek ti, például vagy te személyesen, Balázs, hogy beszélj egy reinkarnálódott emberrel. Még egyszer mondom, lehet, hogy most is egy olyan... Hát István, minden nap ilyenekkel beszél. Én erre azt kérdezem, hogy láttál már $1 milliárd egybe? Miért? Mert annak ellenére, hogy nem láttad, azért az még létezik, nem? Igen, attól, igen, erre azt szokták mondani, hogy és láttál már tejáskannát a hold másik oldalán? Nem. Nem, de attól még lehet ott. Nem, így van, hogy csak azt hiszem el, amit látok, de köztünk ez egy hosszú beszélgetés. Nem, azt hiszed el, aminek van valami racionális alapja. Ha azt mondok egy másikat, hogyha az nem ellenkezik egyébként tapasztalatainkkal, vagy a fizika törvényeivel, és így tovább. De hát ez hosszú téma. Ez egy hosszú téma lenne, igen, de mondd meg akkor nekem, hogy van az, hogy mondjuk én 2 éve homeopátiát adok a gyereknek, és működik. A gyerek. A gyerek. Működik a gyerek. Ugyanúgy működne homeopátia nélkül is. Igen? Igen. Tehát elindul egy középfölgyulladás, amit mondjuk 5 évig mi antibiotikummal kezeltünk, az elején meg tudjuk ezt állítani, és nem kell, akkor a gyerek magától gyógyul meg? Vagy tudja, hogy placebót adok? Hát egyrészt magától is meggyógyul, ez teljesen természetes. Másrészt azért, ha antibiotikum kell, akkor ne homeopátia. Nem, ezt mondom, hogy amikor szól, hogy fáj, megállítjuk, ha már középfölgyulladása van, nyilván akkor antibiotikum. De hogy régen azonnal antibiotikum, most pedig meg tudjuk állítani, és elmúlik. Figyelj ide, ne keverjük a rossz orvost a tudománnyal. Tehát minden tudományágnak vannak rossz művelői. Ez borzasztó érdekes, hogy persze, hogy amikor elviszed egy orvoshoz, és ő eltolja, mert ilyen van, az soha nem merül fel, hogy egy homeopata orvos rosszat ír fel. Az mindig jót ír fel. Hát hogy van ez? Hát gondolkodjatok. Nem hát lehet rosszat felírni nyilvánvalóan, tehát nem tudsz rosszat csak felírni. Csak jót? Hát nem. Feri, ugye viccel? Nem. Azt mondom, ugye azt mondod, te azt állítod, hogy homeopata orvos nem írt fel még soha rossz gyógyszert. Azért nem ír föl rosszat, mert hogy nincs hatása egyiknek sem. Mi egyet mondunk, én mióta vagyunk, én a veled vagyok de jó, ebben. Hát én szoktam, dehogy nem, én szoktam a Balázsnak ellent mondani ezekben a dolgokban. És ilyenkor meg is paskolod egy picit az orcáját. Hát próbálom, de azt még nem engedi. De azért, mert nem tud fölírni rosszat, az egyenesen azt jelenti, hogy akkor ez a dolog nem jó, vagy nem működik, mert akkor ártani kellene? Én ezt arra mondom, hogy akkor, amikor a tudomány kudarcairól esik szó, akkor általában ez mindig egy rossz orvos, vagy egy rossz orvos, egy orvosi tévedésnek tudjátok be. Tehát mivel az orvosnak nem sikerült meggyógyítani, ezért a tudomány rossz. Aha. Ez egy téves gondolkodás, mert a tudomány jó, de vannak rossz orvosok. Szembeállítva a homeopatákkal, akikkel kapcsolatban még soha nem hallottam, hogy ez a homeopata orvos rosszat írt fel. Tehát a homeopátia rossz. Nem. Igaza van a Ferinek, egy homeopata orvos nem tud rosszat felírni, hiszen semmi hatása nincs a szernek. Na de akkor mitől gyógyul a gyerek? Ez a jó kérdés. Na most, hogyha meggyógyul köszönöm. A gyerek... Köszönöm. Na álljunk meg egy pillanat, azért ezt most köszönöm. Ezt fölírjuk, kimásoltuk. Csak összejött, köszi szépen István a beszélgetést. Igazából csak egy önigazolás kellett végre Balázsnak. Profi itt hagyja abba. Na, szóval, hogy akkor mitől gyógyul a gyerek? De hát azt érdemes megnézni. Na most én azt mondom, hogy tegnap például esett az eső, ma meggyógyult a gyerek, következésképpen, ha előző nap esik az eső, az jót tesz a gyereknek. Hát ilyen következtetésekre lehet jutni. Lefordítom. Adtam homeopata szert a gyereknek, holnap meggyógyul, tehát a homeopata szernek következtében. Ez egyáltalán nem biztos. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, ahhoz körülbelül 1000 gyereket kell megnézni, abból 500-at kell homeopata szerrel, másikat pedig nem homeopata szerrel kezelni, lehet harmadik csoport is, amelyik meg nem kap semmit. És nézzük meg, hogy van-e közöttük
szignifikáns statisztikai különbség. De az, hogy az én gyerekemnek adtam szert, másnapra meggyógyult, ebből még nem következik semmi, mert nem tudjuk, hogy mitől gyógyult meg. Lehet, hogy a szertől, lehet, hogy mástól, lehet, hogy magától. Tehát ezért nagyon veszélyesek ezek az egyedi történetek. Ezt mi úgy szoktuk mondani, szkeptikusok, hogy ezek az anekdoták. Anekdotákból nem lehet következtetéseket levonni, nem beszélve arról, hogy egyébként amikor egy gyógyszert őskönyveznek, akkor se fogadják el az egyedi történeteket. Hogy nekem a szomszédomban lakik Mari néni, ez volt a baja, adta meg ilyen szert, és meggyógyult. Ezt nem lehet elfogadni bizonyítéknak, mert 1000 Mari néni kell hozzá legalább. És nagyon jól ellenőrzött körülmények között megnézni, hogy mi az, ami végleg hatott. Érdekes érvelés, pokorra kerülsz, de érdekes érvelés. Hozzájártam, nem rossz. Hidd el, én is ott leszek, 1000 évig Balázsot fogok vezetni, és mindig magamat kell. Mindig magamat kell ülni mindenkit. Te leszel a műsorvezető, és mindig önmagammal találkozom a fal másik oldalán, és a fejemre olvasom az összes műsort. Én is ott leszek, meg ott kell ülnök az első sorban, és tapsolni. Jaj, de jó. Valamiért azt látom a Balázs arcán most így az utolsó 10 perc után, hogy ebből nem lesz rendszer, hogy hívogatom. Dehogy nem, én ezt látom. Annyiszor megígértük úgy is, hogy hívunk, hogy imádok erről beszélni. Főleg veled, hát mert azért így a forgatások alatt is erről elég sokat beszéltünk. Igen. Na jól van, hát örülünk akkor, hogy jól vagy, és hát vigyázz magadra. Aztán lehet, hogy egy-egy ilyen általam sokat favorizált körben egyébként hívnánk, vagy témakörben, erről már úgy is volt szólás, földön kívüliek, chemtrail, ugye ezt talán még ígértük is egyszer. Ezeket úgyis szeretem, az a tartozunk. Még tartozunk egymásnak. Egy jó kis chemtrail bizonyítás, igen. És hát köszönjük, vigyázz magadra, örültünk, hogy hallottuk a hangodat. Köszönjük szépen, Vágó Istvánnal, köszönjük szépen, ciao, hello. Én imádom, ahogy érve. De tényleg? Hogy megfogta? Csapkodtatok itt egymás felé. Adhatnánk neki egy ilyen szkeptikus rovatot. Jó, végre. Ez is teret kapna a rádióban, ahol lehet jönni. Beengedjed az ördögöt a templomba. De csak következőt a földön kívüliek, hogy mit mond? Széles témakör. Például, hogy érvel, hogy milyen ellenérvei vannak, mit hoz föl, vannak, nincsenek, mit hisz, mit gondol, nem? Hát abban veletek egy követ fújna például. Abban is. Igen. Na jól van. Szeretek vele beszélgetni. 8:09 Meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket. Ha valaki szeretne Óven bácsival jelentkezni, jelentkezzen akkor SMS-ben. Mi pedig jövünk. Ákos, ide jut, em? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8:02 Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, és Vágó Istvánnal... Keresed a szavakat, mi nem bírod földolgozni a beszélgetést? Én nagyon kedvelem őt, mi nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok mindenről. Abszolút máshogy látjuk, másban hiszünk, de ezért jó, hát a legnagyobb kívás ilyen emberekkel beszélgetni. Nem, akivel egy hullámoszon vagy, az tudod? Igen. Használat? Igen. Bevált? Igen. Jó, aki nem tudja, nem használja, érvek, ellenérvek, ott van a beszélgetés. Igen, és ugye azért is jó, mert nem csak azt mondja, hogy ez hülyeség, hanem hogy próbál rá érvelni valamit. Igen, és jól. Tehát jól magyarázza azt, hogy mennyire nem hiszem. Istenem, csütörtökön reggel 7-től Vágóval egy rovat közvetlenül az elmentes előtt, de szeretném. Örülnél neki, mi? Azt nagyon. Én vele vagyok. Homeopátiában? Egy csomó mindenben. Igen, például homeopátiában is. Hogy nincs meg az a biztosság benne, tudod? Tehát, hogy az, amit most ő itt elmondott, és neked is igazad van persze, hogy láttál-e már $1 millió, az attól még létezik, mert nem láttad, de hogy a tudomány az ennél egy kicsit korrektebb szokott lenni. Tehát, hogy 1000 embert megvizsgálsz, ebből bontasz 300 ilyen, 300 olyan, és akkor már lehet azt mondani, na, valóban a homeopátiás gyógyszertől többen gyógyultak meg, mint abból a csoportból, aki nem kapott gyógyszert, vagy abból a csoportból. Igen, itt egy nagyon fontos kérdés, hogy a világunk, amiben élünk, meg az a világ, ami körülöttünk van, nem többe, mint a tudomány által meghatározható, amit tudok bizonyítani, az van, amit nem tudok, az nincs világ. Érted? És szerintem jóval. Hát nem, mi van akkor, hogy a tudomány nem elég fejlett ahhoz, hogy így van, hogy még bizonyítsa ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ezek létező dolgok, és valószínűleg tudományos eszközökkel is bebizonyíthatok, meg tudományos érvekkel is, csak egyszerűen nem tartunk még ott. Szóval mennyi ideig volt a Föld lapos? Mennyi idő után lett aztán a Föld kerek? Mennyi idő után jelentek meg azok a fények, olyan spektrum, amik mondjuk a szabad szemmel nem láthatók? Addig azok nem voltak, ugye? Tehát, hogy és a tudomány addig váltig állított dolgokat,
és a tudomány aztán mindig utolérte saját magát, és rájött, hogy általában a legtöbbször, vagy sokszor tévedett, mert egy olyan spektrumot vizsgált, ami fölött, alatt nem tudott, mert nem volt meg az eszköze. Tehát, hogy értelek, csak a vágó például, tehát ha vágó ...nak a szemszögét nézed, ő nem megtámadja... Nem, hanem tudományos, racionálisan. Hanem annyit szeretne csak kérni, hogy csináljunk 300 fős csoportot. És nézzük meg. Igen, érted? Tehát ő csak annyit kér, hogy vizsgáljuk meg, igen, tudományosan, exakt módon. Legyen egy szám a kezében. Itt is azért bejön az, hogy de a vágó is nagyon olyan kérdéseket tesz föl, amik az ő tudásából következnek. Tehát, hogy azért mindenhez ő sem ért. Mindenki onnan kérdez, ami van. Hát igen, de mi van, hogyha egyszerűen az ő tudása, vagy azoknak a tudósoknak a tudása, akikre ő támaszkodik, amikor a kérdéseit megfogalmazza, nem elég magas. Nem elég magas szintű ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ adjanak. Értem, csak ő nem támadni akart most ebben az esetben, tehát ő nem vonja kétségbe, hogy működhet a homeopátia, ő csak annyit kér, hogy csináljon valaki egy olyan kutatást, amivel exaktul leírták, hogy ugyanazzal a betegséggel szenvedő 300 gyerek gyógyul, 300-ból 50 meggyógyult, ez a 300-as csoport az, aki homeopátiát csinált, meggyógyult, 70 a következő 300-asból, aki antibiotikumot szedett, és az összes meggyógyult tulajdonképpen, akivel semmit nem csinált, csak 4 nappal később, érted? Igen, a homeopátia kontra antibiotikum az még pont nem is jó, mert azért, ha te homeopátiát használsz, akkor van az a pont, ahol már nem szabad annyira vakon hinni benne, hogy elmulaszt, azt mondjuk egy antibiotikumos kezelés, egy bakteriális, mint a középfülgyulladásnál. Tehát az nagyon elvetemültnek kell lenni, hogy a gyerek ordít, gennyező középfülgyulladás van, és te majd akkor azt mondod neki, hogy na, a Belladonna C9-ben majd akkor biztos, hogy leviszi a lázát, és elmulasztja a gennyes bakteriális, mint a középfülgyulladást. Tehát arra nyilván antibiotikum kell. Ráadásul ugye hát a homeopátia ez egy érdekes dolog, tehát nem is maga az gyógyít. Tehát a homeopátiánál minden homeopata orvos elmondja, hogy ez csak segítség arra, hogy a szervezet meggyógyítja önmagát. Tehát öngyógyító folyamatokat indít be elképesztő módon egyébként. Ha viszont nem ez, én nem tudom, hogy mi. Tehát, hogy amikor látom a saját gyerekemen, hogy meggyógyult tőle, és mondjuk az István érvelésén kellene, hogy gondolkodjam, akkor azon gondolkodom, hogy pont akkor adtam be, amikor egyébként is meggyógyult volna. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy valójában nem működik, én sokszor a saját szemmel láttam, hogy nagyon működik. Tehát amikor régen nyomtuk bele ezeket a különböző szirupokat, a gyereknek 39 fokos láza volt, és most látom, hogy megy föl a láza, és tudom, hogy mi az a homeopátiás szeremből beadsz neki 5 darab bogyót, és a gyereknek működik. Nem megy tovább, hanem lefele indul a láza, mindenféle orvosi lázcsillapító szirup nélkül 5 milli, 7 milli tudott bele, a szájában narancsízű, stb. Akkor azon gondolkozom, hogy jó, ha nem a homeopátia, akkor viszont mi? Tehát abban a pillanatban, vagy a gyerek reagált arra, hogy én pozitívan adtam neki 3 egyébként teljesen 5 darab, mint amit teljesen íztelen, szaktalan kis bogyeszt, és az öngyógyító folyamatokat úgy indította be, hogy én ezt átsugároztam, de nagyon sok mindent akadályozunk meg egyébként, és nagyon sok allergiástól hallom például, hogy 10 évig tüsszögött, elkezdte szedni, elmúlt. Placebo, öngyógyító folyamat? Ez a placebo is egy érdekes kérdés. Hát az is lehet. Most, bocsánat, de ez a placebo hatás, ez ugyanúgy előjött például egy hagyományos gyógykezelésnél is, hogy például mondjuk egy rákos beteget gyógyítanak, és ugyanazokat a gyógyszereket kapja az egyik, és ugyanaz a másik, az egyik hisz abban, hogy ezek a gyógyszerek meg fogják gyógyítani. A másik meg nem hisz, az egyik életben marad, a másik meg, ha lehet, hogy az agyadban kell átfordulni valaminek ahhoz, hogy egyszerűen elkezdjen működni belőle. Csak a gyereknél gyógyszer. Más, mert a gyerek viszont nem tudja még, mi az a placebo hatás, tehát 2 évesen ő nem tudta. Legyél már vágó István. Nem csak kérdezem, tehát én most megy veled, te hallod. Allergiás vagyok, beveszem a homeopátiát, mert valaki azt mondja, hogy figyelj, kezdjél, elkezdek hinni benne, beveszem, oké, nem vagyok többet allergiás. Kérdés, egy komoly allergiát placebo hatással meg lehet-e gyógyítani, de mondjuk tételezzük fel, hogy igen. Mi van a gyerekkel? Aki 2 éves. Fogalma nincs, rajtad, hogy működik az, hogy én most nekem el kell hinnem, hogy anyám nem igazi gyógyszert adott be, hanem homeopátiát, de megszűnik az allergiája. Mondjuk... Hát akkor nem kell elhinned. Ha ezt valaki elhiszi, nem akkor nem fog nála működni. De nem, hogy a gyerek nem tudja, hogy placebót adok neki, és mégis elkezd gyógyulni. De szerintem akik szednek... Placebót, azok gondolhatják, hogy placebó. Nem, azok is azt mondják, hogy ez nem az. Értem, de hogy te beszedheted és szugerálhatod magadnak hatás nélkül is azt, hogy azért működik, mert te homeopátiát szedtél. Aha. Érted? Erre mondom, hogy hát az... a gyerek meg benned hisz, és jön apa ragyogó tekintette, hogy nézd, kicsim, anya, leszámolod a 25 kis, hogy ezt beöntöd a gyerekbe, és azt mondja, minden jó lesz.
Szerintem az a... Tehát az nem használjátok egyébként? Az a pozitivizmus nálunk nincs. Nincs. Mi a pálinkás kenyérben is. Sokszor elmondom, már egyszetes szalonnal szúrt sebre, tehát hogy nincs semmiféle ilyen probléma. Nem, jó, de akkor mondja meg nekem valaki, hogy mi a fenétől működik ennyire döbbenetesen. Tehát, hogy mitől? Valakinél. Igen, tehát sok szülőnél, akivel én tartom a kapcsolatot, barátok is használják, hogy hihetetlen, hogy amikor a gyerek elkezd panaszkodni, hogy fáj a füle, de még nincs középfülgenye, csak elindul befelé. És ha két nap múlva már az lesz, és tudod, hogy mi, és az a gyerek azt mondja, hogy egy nap múlva elmúlt, és eltűnik a takony a füléből, hogy akkor az mi a fenétől tűnik el? És ha meg nem adod, nincs otthon, nem tudom, akkor két nap a berobban ordít és antibiotikum. Na? Ugye? Hogy, hát, hogy hát a számtalan ilyen van, és hogy működik a programozott víz, vagy nem működik. Hát, hogy igen. Nagyon kíváncsi lennék, hogy Vágó István például mit mond a pánikbetegségről, ami sok orvos szerint mind a mai napig ők azt tartják, azt gondolják, és nagyon-nagyon hisznek, hogy ilyen nincs. Nincs olyan, hogy pánikbetegség. Közben meg én például személyes tapasztalatom alapján mondom, családomban jó néhány pánikbeteg volt. Hát igen. És mégis ott volt ez a betegség, és lehetett gyógyítani, és voltak rá módszerek, és nem gyógyszerek, amikkel egyébként szokták gyógyítani. Igen, hát aki pánikbeteg, és mondjuk felszáll a buszra, és leveri a víz, és majd szívinfarktus kap, és halálfélre van, akkor magyaráz meg, hogy nincs, igen. Vagy igen. Tehát, hogy ez egy baromi érdekes kérdés. Egyébként. Majd egy jó, többször hívjuk, aztán megbeszéljük vele ezeket a nagy dolgokat, érdekes dolgokat mond ő is. Játszunk Oven bácsival és Berú nénivel, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Berú néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia! Eszti, hello Eszti! Igen. Milyen fiatal kéne neked iskolában lenni? Hát még egyelőre nem. Még van egy órám, úgyhogy még ráérek. Vagyok. Jó is lenne az. Hány éves vagy? 19. 19. Mit tanulsz? Egy gimnáziumba járok. Úgyhogy így mindent. Megbuktál, vagy hogy? Nem. Évesztes vagy? Nem, hanem ez egy 5 éves. Ja, azért, mert hát itt 12-es az ember legtöbb esetben már azért elballag. Hát jó lenne, de sajnos még van egy évem. De hogy sajnos, örülj neki. Örülj neki. Fú, de utáltam, hogy gyerekként ezt mondták, hogy addig örülj, amíg tanulsz. Hát. Meg akartam verni azt az embert, aki nekem gyerekként az addig örülj, amíg tanulsz. Hát a leghülyébb mondás, amit tudsz mondani a gyereknek. Nézted, irigykedve a felnőtteket, hazajön, ledobja a táskát a munkából, leül egy tévéfilmet megnézni, te mentél, ledobtad a táskát, mentél leckét írni, erre még megkaptad azt a mondatot, hogy addig örülj, amíg tanulsz. Hát meg akartad örülni. Hát aztán kiderül, hogy tökéletesen igazuk volt. És aztán felnőttként van igazad, hogy az a legnagyobb problémát, hogy nincs kéz a törénecskéd. Jaj, de jó probléma az. Ugye? De hát ez gondolom, hogy téged is a hideg ráz. Igen. Ugye? Hova mész tovább? Közgázra szeretnék. Úgyhogy valami ilyesmi. Na jól van. Esztikén, figyelj, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Berúnéni, jó? Jó. Takarítják az ülőgarnitúrádat, már ott vannak. vagy jöjjenek hozzám is, és adják oda ezt a gépet, igen. Figyelj, mutatunk egy rövid kis részletet a dalból. Jó. Na. Na. A kutya minden. Hú. Jön még egyszer, figyelj. Jó. Na. Hát, fogalmam sincs. Friss ez a dal? Nem, de régi dal. Nem, és hogy eljárt már felette is az idő. Igen, mutassunk hosszabb részletet, Eszti? Igen. Figyelj, kivettük a bögrét. Na. Na, hát ez így már megvan, nem annyira a te korosztályod már egyébként. Hát de, nem. De ismerned kell, figyelj, hallgass meg még egyszer. Na. Talán az első. És talán az egyik legnagyobb sláger volt. Hú. Hallgass meg utoljára, figyelj! Na hát itt most az egész dal. Megdöbbentő, hogy 4 éves voltál akkor, amikor az kijött. Jézus Mária, tényleg ennyire régi? És nem ismered? 4 éves volt, és nem ismered? Hát nem. Na figyelj, ez döbbenet, hogy már van egy generáció, aki nem ismeri ezt a dalt. Hallgass meg, figyelj! Így megvan? Igen. Tudod ki ő? Britney Spears. Britney Spears, így van, persze. Ismered ezt a dalt, vagy ismerted? Igen.
Akkor, én most már igen. Akkor lehet, hogy csak nem volt annyira élethű az ének. Lehet. Esztikém, hát nem tudunk ajándékcsomagot adni. Köszönöm azért. Milyen zenének örültél volna? Na mondj valamit, mit hallgatnak a 18 évesek? Csak hogy most mi érezzük, hogy mennyire öregek vagyunk. Mit hát, hallgatsz? Hát valami modernebbnek. Na mondj egy modernebbet, mi az? Fú, hát most is jöttem, mondjuk Calvin Harris. Ő azt ismerjük, jó, megmondtam, hogy bemondasz valami olyat, hogy életünkben nem hallottunk, és rájöttünk, hogy tényleg nagyon öregek vagyunk. Calvin Harris megvan, igen. Eszti, hát köszi. Hát akkor annyira még tise. Még nem, még ezért. Dehogy nem, kincsem, dehogy nem. Esztikém, köszi a játékot, ciao. Köszönöm. Hello, puszi, ciao. Hello, hello. Jó kis Britney Spears. Szeretnél egyet, vagy mi a Britney Spears? Hát, kit? Kit? Hát figyelj, akkor azért dögös volt. Most már az olyan anyukás. Kicsit elhízott, kicsit kopasz, kicsit megviselt. Kopasz? Nem, az ott, az már kinőtt alja. Kinőtt az ott? Kinőtt, igen, alul felül. Milyen oldalt látsz? Jobban informált vagy, mint én egyébként, ez nem tudtam. 8 óra van pontosan, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 4:09 múlt, pontosan 1 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy jó kis Bon Jovi, gyerekek. Hát az egy örök sláger, nem? Nagyon. Ez egy jó kis dal, erre mindenki fölébred, vagy egy kicsit könnyebben indul ez az egyébként kicsit nyomott szerda. És hát van elég sok balesetünk is. A Bartók Bélán valami lehet befelé a Móricz irányába. Sokkal nagyobb a sor, mint szokott. Mi van ott elő lesz, Tamás kérdezi. Ha látjuk, mondjuk. Baleset történt az M1-es, M7-es kivezetőjénél. A Sasadi út előtt nem sokkal. Két autó áll az egyik belső sávban. Halad a forgalom, ezért óvatosan kell menni. Ezt Orsi küldte nekünk. Egér út teljes gáz, üzeni Mikey. Valamint az M1-es, 141-es kilométerénél az igen szimpatikus úriemberek képeket csinálnak. Na, milyen finoman fogalmazott az illető. A 47-es főút Berettyóújfalu falu és Tépek közötti szakasza kisbusz ment az árokba, szakaszán kisbusz ment az árokba, teljes útzár van. Juli küldte nekünk az SMS-t, próbálom átfogalmazni egy picit. És Budai alsó rakpart jól halad, a Margit hídnál dugó van, mint mindig. Valamint Derecske és B Újfalu között beállva, mint a Gerej, baleset áll a forgalom elterelés Derecskénél. Ezt Laca küldte nekünk. Az M3-as szépen. Nagyon vicces bácsit hallottátok? Ott mit csinál? Közlekedési információhoz tartozik, autós Nyíregyházáról, vagy Debrecenből, Miskolcot, tök mindegy, halad Budapest felé, felüljáró. Bácsi úgy érezte, hogy szerinte az marha vicces lesz, hogyha egy olyan golyót, amit a paintballnál használnak, festékkel töltve rádob az autó szélvédőjére. És mi történt? Hát rádobta az autó szélvédőjére, szétcsattant a festék, és gyakorlatilag onnantól kezdve a sofőr semmit nem látott. Hála Istennek, ha én jól tudom, akkor megúszta a dolgot, mert egyenes szakasz volt, ugye befékezett, nem volt forgalom. És megállt, és elkapták a csávót, hála Istennek. Bácsi volt. Hát egy idősebb. Mert egy 8 éves gyerek csinálja, azt mondod, hogy de, 8 éves gyerek se jó, de hogy azok csinálnak. Itt egy bácsi dobált paintballot, felnőtt férfi paintball golyóval. Most képzeld el, hogy ott valaki ott megijedt, félrerántja izét, ha forgalom van, akkor még belecsattan két autóba. Bácsi nem volt zárva. És ezt így valaki, nem? Tehát így valaki kitalálta, hogy ez mekkora ötlet, hogy rádobjuk a szélvédőre, érted, és nem piros lesz, na érted, vagy sárga. A hülye állat. Hát két évvel ezelőtt mondom, hogy ezt az esetet a Kőbánya kispesti metró szakasznak a felüljárójáról két évvel volt talán, és még videót is készítettek róla, de a videó az most kerül csak elő, hogy fiatalok disperzites vödörből, de úgy, hogy mit tudom én, 20 litert, 30 litert festéket a metrónak az elejére. Ha, csak az kötött pálya, ott talán egy kicsit könnyebb, hát nem? Igen, csak nyom egy satut és akik állnak. A sofőr nem tudja, hogy mi történik, nem látja abban a pillanatban, hogy mi történt, rázuhant valaki, vagy nem is tudja azonosítani az egészet. Nyom egy satut, aztán repked mindenki. A metrókocsi. Hogy jut eszébe embereknek? Hát ilyen. A bácsi valószínűleg nem volt százas, hát gondolom, hogy ez most nagyon nincs, hogy 8 éves, tényleg 10 éves csinálják, azt mondja, jó vicc, mert hogy gyerekek, de hogy hát a bácsi, gondolom, nem, hát beszállták ott fönt. Ott elengedtek ott 3000 embert, 200-at, 500-at, és a közülük az egyik. Szegényként. Na, él a kameránk, úgy néz ki, streameltük a hűtőszekrény, gyerekek, úgyhogy mostantól kezdve élő őrszemekre vadászunk, akik nézik a streamet. Vidra vasat a grizzlinek. Ugye ez az akciónk címe. Rá akarunk jönni, hogy ki az, aki lop a hűtőszekrényből, és streamelve van a kameránk, vagyis tudjuk figyelni. 0-24-ben hallgatóink nézhetik a hűtőszekrényt, és jelenteniük kell, ha valaki belenyúlt a hűtőszekrénybe, úgyhogy nem mi vagyunk. Mikortól kapcsoltad be, Laci? Ott én van. Reggel 17:30-kor ott igazítottam meg mindent a hűtőnél. Nem már! Azt otthon kell a fürdőszobában, nem a hűtőszekre. Nem a hűtőszekre. Jani is ott szokott átöltözni. Így van. Igen, mit, mi már ünnepibe öltöztök a műsor előtt? Persze, van egy ilyen ünneplő ruha, hát amit felvesztek? Hát nekem le kell vennem a ganyi és humi csizmát. Ez is igazi. Érted.
Igen, felrakod a vezetőszárat, meg a kantárt, a lóval leteszem, így a lovaskocsit lekötöm. Gyerekek, a lényeg, hogy működik a hűtőszekrény figyelőnk. Jó, föltettük a Facebookra az oldalt? Tesszük föl, tudjátok nézni, ha bárki belenyúl a hűtőszekrényünkbe, két fontos dolog van. Írjátok föl az időpontot, illetve írjátok föl, hogy hogy néz ki. Aha. Nagyon fontos, hogy hogy nézett ki. Ha megismeritek a neve is jó. Igen, ha megismeritek a neve is jó, valószínűleg nem fogjátok. Mert a Csaba. Igen, van 5 darab műsorvezető és 30 darab alkalmazott, de ha megvan a neve, az a legjobb, hogy bemondjátok, hogy G. Gábor. Szombat, aha, mit tudom én, 9 óra. Nem? Valószínűleg nem ő volt egyébként. Vagy V-piros. Igen, V-piroska. Tisztartó Titus, láttam már nyilatkozni egyszer a tévébe. Igen, ráment a szalonnára. Egyébként vannak most már a hűtőből behelyezve csalikaják is, tehát van. Csak mondom, négy darab túrórudi, azon kívül tiramisu, stb. Egy csomó olyan, aha, dolog, aminek a látán azért egy átlag embernek a nyálelvásztása gyorsan beindul. Ez most okos, hogy ezt megint elmondtuk adásba, csak kérdezem. Figyelj, most lehet, nem tudom, hogy igen, lehet, hogy nem Feri, lehet, hogy négy, nem, lehet, hogy lehet, három, lehet, hogy öt, lehet, hogy ott lehet, van, hogy nincs is kamera. Lehet, hogy nem ott van a kamera, lehet, hogy nem is működik a kamera. Jó? Úgyhogy vidra vasat a grizzlire. Jó, vagy a grizzlinek, felkiáltással próbáljátok nekünk segíteni. Álltok, Dudi mondta itt nekünk, hogy több helyen is panaszkodnak az épületben, hogy más hűtőszekrényekből is lopnak. Tehát a dolog annyival melegebb, hogy nem csak a mi hűtőszekrényünkre redukálódik a dolog, másonnan is lopnak. Úgyhogy itt van. Kamerát mindenhova. Kamerát mindenhova. És figyeljetek. Ezt látod így a telcsiden. Ott van a telos. Ott van a telos. Sőt, tudod forgatni a kameraképet. Tehát meg tudod belebeszélni, hogy merre nézzen, és akkor foroghat. De nem akarjuk, hát a hűtőszekrény figyeljük egyébként. Belül. Ott van a Facebookon, a Facebookon a Ustream csatorna. Nézzétek meg. Jegyzeteljetek, jó? Uh-huh. Az is jó, az ember így leteszi magának a gépre, kicsiben ilyen megnyitja, van valami, fölírja, másnap elküldi SMS-ben, hogy egy feltűnően ronda kövér ember oda ment a hűtőszekrényhez délután 1:30-kor, és elvette a tokaszalonnát. Micsoda? A tokaszalonnámhoz nem nyúlhat senki. Mert ha elfordítod, akkor telefonon elfordítod, de akkor ő is elfordít. Igen, illetve az is közvetett bizonyíték, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy mondjuk egy ilyen kamera elfordítás után eltűnik valami a hűtőből, aztán visszafordul a kamera, mert legalább akkor tudjuk, hogy ki csinálhatta. Igen. Van éjjellátó kameránk is egyébként, van nappali kameránk, több kamerával figyeljük, úgyhogy és a wifi-n lehet 360 fokban forgatni a kamerát, gyerekek. Úgyhogy mindent látunk. Ha valaki besunnyog, és megpróbál átmászni a kamera kép alatt, bár nem tudja, hogy mi a képkivágás, ha csak nem megy rá jó streamünkre, akkor azt egy másik rejtett kamerával, amit viszont nem streamelünk, figyeljük az egész irodát. Tehát nem könnyű rá menni a hűtőszekrényünkre, ugyanis van egy kamera, aminek kint van a képe, aha, van egy kamera, aminek viszont csak egy telefonon látjuk a képét, és az 360 fokban forog. Uh-huh. Úgyhogy, gyerekek, be van, ki van ezt találva? Nem fog átjutni a szemét. Egy nyomsávot is fogunk készíteni, őrkutyák is lesznek, és most dolgozunk egy olyan lézerhálón, amilyen a Resident Evil egyben volt. Megsemmisítős. Úgyhogy Facebookon ott van a stream. Facebookon találjátok a streamet, klikkeljetek át rá, és segítsetek nekünk, jó, az aljas rohadt tolvajt elfogni. Ennyi. Szemét dolog. Csináljuk tényleg ki. Ha nem én csinálom. Akkor ez egy szemét dolog. Más kajáját megenni, megbontani, és többször elkövetni. Mondom ezt én. Ugye? Az én számból ez egyébként. Picit furcsa, de. Ennyire hiteles. Na, megdöbbentő ez az eset, beszéljünk róla x mondatot, mert hihetetlen. De 20 éve elcserélték őket, ez a hideg rázza az embert, szerintem, akinek van gyereke. Kérdés, hogy kiben milyen érzeteket kelt ez a cikk. Ugye, ha valaki nem hallotta volna, akkor 2 millió eurós kártérítést ítélt meg kedden a francia bíróság egy káni szülészeten 20 évvel ezelőtt elcserélt két lány családjának. Hát figyelj, döbbenet. Nem tudom, hogy kinek a rosszabb egyébként, a családnak vagy a gyerekeknek. Mindjárt kibontjuk a hírt, beszéljünk róla, mondjuk el, hogy hogy történt, és akkor utána belemegyünk egy kicsit a boncolgatásba. Több mint 12 millió eurót szerettek volna. Nem is értem, hogy egyébként miért nem kapták meg, tehát nem is értem, milyen okuk van arra a bíróknak, hogy úgy döntsenek, hogy nem jogos, bármekkora összeg szinte jogos. Végül majdnem 2 millió eurót kaptak meg. 400-400 ezer euró illeti meg az elcserélt lányokat. 300 ezer euró jár fejenként a három szülőnek, és 60-60 ezer euró a három testvérnek. A családoknak az orvosok ellen benyújtott kártérítési kérelmét a bíróság elutasította. Ugye mi történt? Volt két nő, szültek egy-egy gyereket. És odaadták a lányokat egy fénykezelésre, mert hogy sárgultak a lányok, a helyhiány miatt azonban inkubátorba tették őket, és összekeverték egy másik újszülöttel. Kemény. A lányokat a kezelés végén az egyik ápoló elcserélte, figyelmetlenségből pedig nem a biológiai szülőknek adta vissza. Gyerekek, akinek szült már a felesége,
vagy ő apaként ott volt, a legnagyobb rémálom, hogy figyeled a gyerekedet, nem? Karszalag, nézed, ott van, ne, nehogy elcseréljük. Lecsúszhat. Az volt az első, hogy elkezded így húzni le, jó van kicsit. Igen, nem jön le, ám belenyál azzal kicsit, hogy lemosható-e, elrabolhatják-e, követed a gyereket, és nézed, hogy hova viszik. Döbbenetes a hír. Ezért is tűnik nagyon dilettánsnak az egész történet, mert hogy az a kis szalag az ott rögtön a születés után felkerül a bébire. Tehát, hogy elviekben nem szabadott volna összekeverniük, hiszen rögtön be lehet azonosítani, ezért találták ki az egész rendszert. Igen. Egy inkubátorban voltak? Tehát egy inkubátorban, rossz inkubátorban. Igen. Lecsúszott mind a kettőről a karszalag, próbálom megfejteni, de ez annyira több tételes, hogy ennyi rossz nem jöhetett össze. Aztán, következő megdöbbentő, igen, mindkét kismama jelezte, hogy kétségei vannak afelől, hogy a saját gyerekét kapta vissza. Hát az anyák milyenek? Belenéz a gyerek szemébe, és tudja, hogy ez az ő gyereke. Azonnal, ez egy biológia, ösztön, ez így működik, nem? Tehát te tudod, hogy az a tiéd, senki más nem lehet. Sophie, az egyik kislány, illetve az egyik szülő, Sophie csodálkozott, hogy hófehér bőrrel született a gyermeke, és sötétebb bőrrel és sűrű hajjal kapta vissza. Mi volt a válasz? Azt mondta a kórház, hogy a fényterápia következményeképpen történt ez a változás. Mindkét szülő jelezte. Nem tudom, hogy nem kértek ott azonnal egyébként DNS vizsgálatot. Hogy olyan fenéért nem csinálták meg azonnal. Na figyelj, jön egy orvos, és ne. Azt mondja, anyuka semmi baj. Jó, de 20 év telt el DNS teszt nélkül. Tehát, hogy mert utána már érted, ha kapta egy megnyugtató választ, a doki azt mondta, hogy anyuka fényterápián volt, ennek van egy ilyen mellékhatása, kicsit megbarnult a bőre, a fény az ugye növeszti a hajat, nem tudom, nyáron jobban nő a körmet. Így van, ha egy kicsit tovább tartott volna a fényterápia, nem is csodálkozhatunk volna rajta, a masszáj lesz a gyerek. Igen, és derékigérő haja van. A két család egyébként nem ismerte egymást, ők kinyomozták egymást, az egyik család nyilatkozott, a másik nem. Tehát az egyik családnál 10 évvel később az apasági tesztet kért, mert úgy gondolta, hogy a kreol bőrű lány az egyáltalán nem hasonlít a szüleire. És a faluban a kislányt a postás lányának csúfolták, ugyanis Jézus. Volt egy kreol bőrű lány két más bőrszínű szülővel. Gondold el, hogy mit mondanak rólad? Félrelépett az asszony, nem az ő gyerek. Az egyik pasi egyébként le is lépett. Ott hagyta a családját, mert mondta, hogy a felesége megcsalta. Milyen történet? Gondoljatok bele. Hogy van ez? És akkor kért 10 évesen apasági pert, ugye, ez a bizonyos szülő, amiből kiderült, hogy nem ő az apuka. Na most itt azt mondják, hogy nem te vagy az apa. Mi történik? Leülsz anyuval, és azt mondod, hogy na drágám, akkor elő a farmával, ki az apa? Hát nem tudsz másra gondolni. Nem arra gondolsz, hogy elcserélték a kórházban, hanem arra gondolsz, hogy a nejed megcsalt. Anya elkezdi mondani, hogy de hidd el, hogy soha, csak te... Na, nem hiszed el neki. Nem hiszed el, de innentől kezdve tovább mész? Mit csinálsz? Hát várjál, de akkor azt mondod, hogy kérek egy DNS vizsgálatot, de ezt nem mondták 10 évesen. Hogy derült ki egyáltalán az eset? Nem, ő azt mondta, hogy a 10 évvel később menonapja apasági tesztet kért. 10 évesen igen, volt a gyerek. És az még apasági teszt. Oké, de most 20 évesek a gyerekek, amikor ez kiderült. Mind a kettő 20 éves. 10 éven keresztül nyomoztak? Tehát amikor 10 éves korában megjött az apasági teszt, akkor az lenne az első, hogy vagy elválsz, mert agyu félre. El is ment, a pali elment. Ja, ő elment. A pali elment. Aha. Tehát azt mondta, hogy nem az enyém a gyerek. De a másik gyerek. Család? A másik, azt nem tudom, hogy de a másik családnál Sophie-ról is megállapították, hogy ő hogy nem ő a lány biológiai apja. Tehát igazából, és aztán az egyik család elkezdte megkeresni a másik családot, nyomozni kezdtek a másik család megtalálása érdekében. Gondolod, de úgy nézel minden nap a gyerekedre, hogy lehet, hogy nem a tiéd. Én rendben van, mindenki nyilván azt mondja, hogy persze nem én szültem, de én nevelem az enyém. Oké, ez nem ilyen egyszerű. Gondold el azt az élethelyzetet, hogy 10 éven keresztül még ha szereted, imádod és neveled, és hiába nem te szülted, az örökbefogadásnál is kialakul az a kötelék, 10 évig úgy nézel a gyerekedre, hogy nem a tiéd. Micsoda kétség, micsoda bizonytalanság. Egyszerűen nem hasonlít rád, más a bőrszíne. Gügyöd neked, meg ott aranyos, meg persze. De minden nap eszedbe jut, hogy nem a te gyereked. Ez egy egyszerű helyzet. És képzeld el, amikor kiderül, hogy tényleg nem az, ott a gyerek, egy 20 éves lánygyerek, meg egy másik 20 éves lánygyerek, akik egyszer csak azt mondja a apu meg anyu, hogy szívem, az van, hogy mi se tudtunk róla, de nem mi vagyunk azok. Nem mi vagyunk a vérszerű. A kórházba. Hát igen, már nyilván nem visszatisz a 20 évesen. Ugye kialakult egy kötődés. Tételezzük fel, hogy egyébként egy csodálatos, gyönyörű család 20 évig, érted? Tehát, hogy igen. Szeretik egymást. Semmit nem csinálsz valószínűleg. Na, hogy dolgozott fel? Azt szerintem ott már az mindegy. Az egyik esetben lehet, hogy így történt, de ugye ott, ahol az apa elment, ott biztos, hogy volt egy nagyon komoly érzelmi törés. Uh-huh. Hát hogy nem? Jó, de anyához kötődik a találkozott lány. Egymással a két család egyébként, amikor a lányok 10 évesek voltak, de végül is egyik szülő sem kérte a gyerek kicserélését. Hát nem is, 20 év után. Hova? Jó, oké, nem kéred. De átmész a másik családhoz, ránézel a lányra, és tudod, hogy a te gyerekedre nézel rá. Azért azt gondold el, még ha érzelmileg nem is kötődsz hozzá. Tehát milyen mélységei vannak ennek a történetek?
átmegyek hozzád, és látom, hogy a Panna az én gyerekem. Hát, ha te neveled, és téged szólít apának, azért ránézel, és igen, látod anyaként a te gyerekedet ott, hát azért az te szülted. Nagyon kemény. Hannyira durva, nem? Nagyon kemény. Hogy oké, hogy én nevelem az enyém, persze, de nem ilyen egyszerű. Borzasztó. És most már tudják egymást, hogy így hetente egyszer azért találkoznak. A két lány nem, megszakadt szinten. Ugye? A ráadásul azt mondja így a cikk, hogy a találkozás után teljesen megszakadt a kapcsolat, az egyébként egymástól alig 30 kilométerre, de teljesen különböző szociális és kulturális körülmények közül élő család között, tehát meg is szakadt a különbség, tehát hiába a te lányod, nem találkozol vele, mert neked ott a tied, aki viszont nem a tied, de mégis a tied. Ugye? Hogy mennyi, mekkora csavar? Hát nem tudom, mit mondanék. Hát... Visszamész, és a kórházba visszamész, ott mit mondasz? Szeretném megkeresni nővérké? Nem, szeretnék 12 millió eurót kérni. Hát nem segít, nyilván most... Hát valamilyen szinten azért csak segít. Az egyébként teljesen természetes, hogy az orvosok ellen begyújtott keresetet azt visszautasították, mert hogy az orvosoknak ez valószínűleg semmi közük nem volt. Itt az ápolónők lehettek azok, akik elkavartak. Valami de miért csúnyán nem kapják meg a maximumot? Oké, az orvosok ellen persze elutasítják, az igazi van, az jogos, de hogy azért ennek ellenére a többit miért csak egy 8-at kaptak a 12-ből? Hát ez ami elképesztő. Na most, ha például én nevelem a te gyerekeidet, de én nem eszem kolbászt, meg nem nagyon szeretem. Hát, és úgy... elkezdik enni nyakra számra, akkor elkezdtetek gyanakodni. De amikor hát, kimész vagy a konyhába... nevelem, és nem is enne kolbászt. Hogy nem, van amikor ez? Kimész a konyhába, és letépet hűtőajtó fogad, a legyen gyanús. Legyen gyanús. Kicsit humorizálok, nyilván ez egy szörnyű történet, csak oldani akarom a dolgot, hogy akkor hogy van? Hogy én nem eszem kolbászt, abban a környezetben nő bele, az ő is enne, vagy a te gyereked lenne, és onnan tűnne föl, mindig ugrálna, hogy ez a gén, ez a gén, ez átüti. És azt láttam, hogy mennék is a biopiacon, a gyerek így ugrálna a kolbászt fel, és miért ugrál ez a gyerek? Egyikünk se ezi kolbászt, nem szeretjük, és a Panna meg... megpróbálja letépni a biopiacon a kolbászt. Csak azt látná, letépni, leszaggatná az árussal együtt. Balázs, nem akarlak nagyon felzaklatni, de nem ez a legnagyobb probléma számodra szerintem most ebben a pillanatban, ugyanis a te gyerekeid, akiket Feri nevel, alszanak. Éjszakánként. Baj, hogy van? De az akkor... például az én, az alvás, tehát. Bizony. Érted? Cseréltünk gyerekeket, és most nálunk van a kis poronty. Hogy ez gépjen? Jön ezzel, hogy állandóan alszanak, esznek, lefekszenek, alszanak, játszanak, 9-kor lefekszenek, 10-kor kellnek. De most mi vagy elcseréltük a gyerekeket, és a tied nálam kolbászt teszik, az enyém meg nálad alszik, de miért alszik, vagy ezt most nem értem, vagy hogy? Hát, hogy alszik, hát. Alszik a gyerek, érted? Hogy, na, mert az enyémek alszanak, akkor az a gén miatt alszik, nem volt mondjuk hasfájós, nem hát, nem értem. Aha. Semmi, vagy a kolbász miatt. Bizony. Amit háromnaposan már megkóstolt. Ez egy jó kérdés egyébként, igen. Nehéz ügy. Nem elképesztő történet, nem? Mit csinálsz? Szóval nem kéred vissza. Nem kéred vissza az a kislányhoz. Így van, és ugye az igazi szülőséget, az, ha kialakult, akkor az a kapcsolat alakított, aki nem a vérrokonság. Az nem, hogy te szülted, és a tiéd, az már nem ad egy köteléket? Vagy inkább de, az idő, de az, ami nyilván az eltöltött emlék, a szeretet, a kialakult kötelék, tehát inkább igen, az. Szerintem a vérrokonság, számtalan olyan családot ismerünk, ahol van vérrokoni kapcsolat, de nem tartják egymással, elsodorta őket az élet, és tök meg mással. Ott van a béranyaság is, ugye. Van. Például most az a nő, aki megszülte Michael Jackson gyermekét, az a nő mondjuk a saját gyermekeként tekint arra. Vér szerint igen, de egy pillanatnyi közös életük nem volt, tehát nem. És ugyanakkor ezzel ellentétesen a nevelőszülők, hogyha valaki nevelőszülőnél nő fel, és nem mondják el neki, hogy nem a vérszerinti szülei, akkor ő ugyanúgy szereti és tiszteli, mintha vérszerinti. Számtalan állami gondozó gyereket fel lehetne hozni példaként. És mi van akkor például, ha az egyik család nagyon gazdag? És a másik családban ott van a törvényes örökös. Hogy aki segít. Rájön, hogy az a család nagyon gazdag. Na ez nem biztos, jó. Hogy ez a vér szerinti hát a törvényes örökös az formálhat azért jogot bizonyos, aha. Igen, bizonyos dolgokra. Persze, először a törvényes örökös, utána tehát a jog ezt kimondja, hogy azok jelentkezhetnek. Ugye, ha nincs törvényes örökös, akkor nyilván ugye azok eltartja, stb., de hogy azért a törvényes örökösök felléphetnek. Hát ez most nem jó hír Beninek, viszont jó és Somán. Ha meghallom, hogy perelni akar, ha meghallom, hogy ellenem fordul, ha meghallom, hogy egyszer csak bekapok, apa, én vagyok. Vagy még ne halljanak meg mondjuk, csak látod, hogy a te vér szerinti gyereked rossz körülmények között él. Mit csinálsz? Támogatod?
támogatod? Jó a kérdés. Támogatod azt a családot, akihez semmi közöd nincs, támogatod A, csak a gyerekedet, B, az egész családot. Igazságok vagytok, átmentek, de látod, hogy a gyerek nem tud jó iskolába menni. Kicsit éhezi, kicsit kilóg a lábba a cipőből, meg a nadrágból. Miért azt mondod, hogy ti mondtad, hogy mi gazdag? Nem, csak mondom, ez is egy igen. És látod, hogy a gyereked mondjuk nélkülöz. Tehát még nem is ad. Te gyereked, de mégse nélkülözésben. Benni nálam van is, mert 8 éves korától egy sertéstelepen kell érte dolgoznia. Na mit kiveszed onnan? Döbbenetesen jó a kérdés. Mit csinálsz vele? Megtalálak benneteket, és kiderül, hogy mondjuk nélkülözik a gyerek. És mondjuk rossz körülmények között él. Dolgozni és segítenék a saját gyerekemen, de a család elutasítja, mert azt mondja, hogy már mi neveljük. Hagy ne szólj bele. De te látod, hogy a gyereked mondjuk nyilván nyomorog, vagy bántják. Meg is sértődtem, hogy nem az egész családomon akar segíteni, csak a te porontyodon. Szóval nagyon komoly mélységei vannak, igen. Egy olyan embert, azon gondolkozom közben, aki elmondja nekünk, hogy őt örökbe fogadták, és mondjuk 18-20-25 évesen mondták el a szülei. Hogy hívjon már föl bennünket, érdekelne ennek a háttere, a lelkivilága. Nyilván valószínű azt mondja, hogy persze elfogadta, de hogy ilyenkor felmerül-e az emberben, hogy megtalálja az igazit. Kíváncsi vagy-e arra, nyilván attól is függ, hogy lemondtak rólad, vagy nem tudták, tehát sok összetevője van a dolognak, de hogy kik a valódi szülők, meg akarod-e találni, nem akarod megtalálni, megváltozik az érzelmi viszony, nem hinném egyébként, közted és a bejelentett szülő között, aki ezt csak azt mondja, hogy fiam, szeretlek, de nem én vagyok az anyád. Hát ha találunk egy ilyen embert, hívjon már föl bennünket, aki ezt el tudja mondani, hogy mi a lelki háttere. Azt mondják, hogy ez a legnagyobb hiba, amit most mondtál, hogy a nevelő szülő, és mondjuk 18 éves korában mondja el, hogy mi tulaj. Tehát vagy két eset van, a két jó eset van, a, amikor örökbe fogadod, onnantól kezdve tudatosan úgy neveled, hogy nagyon szeretünk. Uh-huh. Mi nevelő szüleid vagyunk, van valahol neked vérszerinti szülőd, akik nem tartottak rád igényt, vagy soha ne áruld el. Azt mondják, hogy az a legrosszabb. Hát, az a legrosszabb. Azért értes meg a 3 éves gyerek, hogy én vagyok az apád, de mégsem. Igen. Mondd el ezt 5 évesen, hogy a apukád vagyok, de nem vagyok. Nem fog nagyon kérdezni, de hát, hogy nyilván kérdezni fog, de... 6 évesen ha megkérdezik. Hát akkor 6 évesen viszont megzavarodik. Ha már egy érett személyiség, akkor jobban tolerálja. 6 éves gyereknek megmondta, hogy nem én vagyok az apád, hanem van valaki valahol, azt nem biztos. De folyamatosan ebben él, nem akkor mondod. Hogy fogad el egy ajánlatot az apától, de nem én vagyok az apád. Hogy apa mond, hogy bácsi. Hogy él ebben? Nyilván nem tudom a tegnap. Hol van az a pont? Igen, itt egy ajándék kaputól, aki nem is apu. Igen. Hát nem karácsonykor. Nézd, de mit hozol. Szóval, hogy azért ez a folyamat... Néni. Folyamatos ebben neveled se tudod, mert bennek megmondom, hogy nem megyik az apád, a gyerek megzavarodna. Hogy mondod el neki? Megvárod, míg elég idős, hogy felfogja, hogy valójában mi történt, mondjuk róla lemondtak. Nem? Vagy eldobták a saját szüleit. Igen, de most képzeld el, hogy 18, ugyanez a sztori, mint amit most kitagolhatunk. 18 éves vagy élsz egy boldog családban. 18 éves születésnapodon, na itt a torta, és akkor tulajdonképpen az van, hogy nem mi vagyunk a szüleid. Igen. Na, hát ha van egy ilyen hallgató, aki bármelyik aspektusból tudja ezt a történetet cáfolni, vagy megerősíteni, sok szegmensét említettük, bármelyik jó, akiről lemondtak, vagy örökbe fogadták, gyerekkorában mondták el, felnőtt korában mondták el, megvárták, amíg felnő, akkor közölték vele. Hívjon már fel bennünket, írja nekünk SMS-t, érdekel bennünket, hogy ilyenkor mi zajlik le egy emberben, és mi a lelki háttere, 555-55-00, jó? Az SMS számunkat mindenki tudja, hát ha találunk egy hasonló helyzetben lévő hallgatott. 8:30 múlt pontosan 7 perccel, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan 1 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, egy nagyon érdekes és megrázó történetről beszélgettünk, 20 éve elcserélték őket, ugye ez a cikk címe, 2 millió eurós kártérítést ítélt meg kedden egy francia bíróság, a két család... Hát egyszerre adta be a gyerek, egyszerre szült, ugye, szültek az anyák, beadták inkubátorba a gyerekeket, mert besárgultak, nem gép alá tették az egyiket inkubátorba, a másikat ugye fényterápiára, és rossz gyereket adtak vissza, arról beszélgetünk, hogy ilyenkor mi van. Nemrég derült ki, hogy mindenki a másik gyerekét neveli. Egészen elképesztő a történet, ugye? És hát az aspektusait néztük meg a történetnek, hogy szörnyű, mindenki szempontjából van. És mindenki igen. Szempontjából szörnyű, nem tudsz belőle jól kijönni. Az egyik szülőpárnak rámett a házassága, az apa ott hagyta az anyát, azt mondta, hogy félrelépett közben, nem, aztán bebizonyosodott, nem az ő gyereküket nevelik, de nyilván cserélni érthető okokból viszont nem akartak már, mind megszakították egymással a kapcsolatot, és mindenki neveli a saját gyermekét, aki közben nem a saját gyermeke, de mégis. Tehát nagyon, nagyon megrázó és nagyon érdekes történet egyben. És van egy hallgatónk, akivel közölték, hogy őt örökbe fogadták. Hello, Dani. Jó reggel. Hi, sziasztok. Szia. Hello, Dani. Szevasz, Dani. Hány éves vagy most, Dani? Én 28. 28 éves vagy. Na, neked mikor mondták el, vagy hogy mondták el a szülők, hogy örökbe fogadtak? Körülbelül ilyen 7 éves forma lehettem. Nővérem 4 éve idősebb nálam. Egyszerre anyám megfogott minket, és akkor a konyhába
így leültetett a hokkérdére, hogy akkor most beszélgessünk egy kicsit. És igazából nem ment bele így nagyon semmibe, de elmondta, hogy engem a kórházból hoztak haza, tulajdonképpen a nővéremet pedig a szíveintézetből hozták el. A nővéremnek voltak ilyen emlékképei, ugye olyan 2 éves korú volt, amikor őt elhozták, de ez így fényderített a dolgokra. Nem okozott semmilyen. Nem volt törés, hogy csak azt hallottad a szüleidtől, hogy nem ők az igazi szüleid. Nem, de hát ebben nem volt semmi. Szerintem pont egy jó időszakot választott ezzel édesanyám. Hú, nagyon rosszul hallunk, hol vagy, mit csinál? Egy dolgozni értem, most jobb. Most egy kicsit jobb, igen. Jó, headsetről átveszelek titeket. Szuper. Jó, akkor a lényeg hogy anyám az egyetlen, akivel erről beszéltünk. Apámmal soha, tehát tudja, hogy tudjuk, de vele így soha nem beszéltünk erről, és nem is valahogy így nem. És meg akartad keresni valaha az igazi szüleidet, vagy legalább? Igen. Igen, egy ilyen 13-14 évesen, amikor az ember ugye elkezd mindenfelé érdeklődni, akkor volt bennem egy olyan, hogy azért kíváncsi vagyok, és jó lenne tudni bármit is, de nem igazán jutottam el odáig, és nem is akartam elmenni bármerre. De harmonikus volt a kapcsolatotok a nevelőszüleitekkel, akiket éleszüleiteknek gondoltatok, tehát ott nem volt semmiféle probléma köztetek. Nem, de konkrétan a szüleim, tehát... Igen, nem is biztos, persze, hogy jó, persze, igen, a nevelőszülő, igen, tehát a szülő tulajdonképpen, tiszta. Tehát, hogy igen, nekem szerintem nem volt is. Más, tehát azt, hogy most én tudom a fejembe, hogy van valahol egy biológiai anyám, meg apám, de effektíve nem kézzelfogható dolog, és nem foglalkoztat. Hát nyilván ők neveltek, ők a szülei, tehát, hogy itt persze. Nem biológiai tudatom, magyarázatot kell, persze. Akkor ők voltak ott. Hogyne, tehát egyértelműen ők a szülők. Azok az emberek, akik egyébként téged örökbe adtak, vagy ők lemondtak rólad? Nem is mondanám azt őket szülőnek, tehát nem tudod az okokat. Később még megkérdeztem anyámat, hogy miért, vagy ki az, vagy tudja-e. Ő azt mondta, hogy nem tudja. Nem tudom, hogy tudja-e. Őszintén erről nem nagyon diskuráltunk, és ő is egy kicsit úgy zárkozottabb volt. Egyébként gyanítom, hogy én ilyen inkubátor szökevény volnék. Mire gondolsz, hogy beadtak ölletetek? Ugye az régen nem volt, hogy a kórház elé letesznek, de hogy valakinek odaadtak, bevittek, és akkor így... Valószínű ez volt, igen. Igen. Van benned vágy azért annak ellenére, hogy nem keresed őket, hogy egyszer látni őket? Vagy azt, hogy az ember lemondtak rólam, nem érdekel nekem ők a szüleim érthető módon? Annyiból érdekelne a dolog, hogy kinek a vonásait örököltem. Tehát, hogy néz ki az az ember, akinek a vonásait, testalkatát, dolgait örököltem. Olyan nagyon nem foglalkoztat a dolog, de úgy kíváncsiságból, hogy nézhet ki egy vér. De haragban tűnik a lemondás miatt nincs, tehát ilyen érzelmek nincsenek. Lehető legjobb életem volt, van, úgyhogy nem hinném. Az okokra se lennél kíváncsi? Hogy miért? Nem. Na miértek nem. Nem izgatnak. És akkor te azt mondtad, hogy szülők, ugye? Tehát anya, apa, így értelemszerűen, így a jogos szerintem. Soha nem kérdőjeleztem meg ezt. Meg így nem. Igazság nem érdekelt annyira, hogy ki mit mond, ők a szüleim is kész. Így van, hát minek hívná őket az ember, persze, abszolút. Hát a kezdetektől ők nevelnek, nem is lehet mondani, hogy nevelő szülő, nem ez a jó szó, igen. Persze. Ez érdekes történet. Igen, azért az ember egy kíváncsi, hogy mi zajlik ilyenkor, hogy ezt mikor közlik, hány évesen. Nagyon sok SMS van, akik azt mondják, hogy már 2,5 évesen a gyereknek elmondták, vagy éppen akkor fogadták örökbe. Igen, tehát amikor kicsi, akkor még egyszerűbb, én is úgy vagyok vele, hogy akkor egyszerűbb, amikor már úgy. Vannak kialakult kapcsolatai, és úgy szocializálódik, és akkor kap egy ilyen infót, ott lehet egy elzárkózás, vagy esetleg egy befordulás. Anyukád nem mondta, hogy miért mondta el mondjuk ezekhez az SMS-ekhez képest, vagy ezekhez az esetekhez képest kicsit később, tehát mondjuk nem 2-3 éves korotokban? Úgy gondolta szerintem, hogy akkor már úgy fel tudjuk fogni ezt. Igen, szerintem 2-3 évesen igen, ott még talán az ember nem is tudja ezt hova tenni, tehát még annyira pici, 2 évesen még van, aki nem is beszél. Igen, de hallod, de nem tudod értelmezni azt, amit mondanak, és ennyi. Dani, köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet, kíváncsiak voltunk, a cikkhez kapcsolódva valaki szólaljon meg, aki ha nem is hasonlót élt át, de a történet valamely szempontból azért így kicsit talán hasonló, nyilván másról van azért szó. Köszönjük, Dani, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok! Hello. Hát érdekes ez a francia történet, azért nagyon, nagyon kemény, nem? Feldolgozhatatlan, komolyan. Tehát, hogy ha belegondolok, hogy én vagyok a gyerek,
és akkor most hogy viszonyulnék a szüleimhez, valószínűleg ugyanígy. Ugyanígy, persze. Vagy ha a tiédet cserélik. Igen. Na jó, hát ezt már körbe jártuk. Játszunk, hármas ugrást, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gyuri, hello, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Hello, honnan hívtál minket, Gyuri? Mosonmagyaróváról. Fú, valami gyárban vagy, nem? Igen, igen, egy kisebb fröccsöntő gyárba. Fröccsöntő robot. De szép név az, te fröccsöntő. Micsoda pazarlás, nem? Hát kijöntik a jó fröccs. Ugye? Kijöntik, igen. Igen. Gyuri, és ott mi a feladatod? Mit csinálsz? Én egy mechanikus szerelő vagyok. Vagyis? Előkészületeket segítem a robotnak a gyártásában. Úgy nem mondj többet, úgy se értem, úgyhogy teljesen. Minek kérdezik? Egyre hülye vagyok ezekhez, teljesen mindegy. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Hát az első kettő az zicser. Van segítséged? Igen, itt a gyárban többen. Ja, hallottátok? Igen, most hallottuk, megjött a segítség. Szevasz, Sanyika! Akkor nem. Hát jó. Fogadjuk, ott van a Bandi. Ott van a Bandi. Bandi nincs. Jani, mondj te is énemet. Józsi biztos, hogy ott van. Józsi ott van? Nincs. Vilmos, Dávid, mit tudom én, Zoltán. Na, új kollega. Vilmos, Dávid, mit tudom én, te ki vagy. Igen, gyere te is segíteni. Jó van, mehetünk? Igen, mehetünk. Na figyelj, Gyuri, így szól az első kérdés. Hányadikán van Valentin nap? Most szombaton, 14-én. Na, így van. Van kinek ajándékot vinni? Természetesen a feleségem. Na, mióta vagy tökéletes? Meg a három gyermekemnek, amint írtam. Ne csináld, tényleg? Igen. Három gyerek is van. A mindenit, hát nem lopod az időt. Fedd össze te is magad, mert neked még egy kell ahhoz, hogy engem utolérjél. Balázs, ezt neked gondoltam. Figyelj, ha ezen múlik, akkor elveszítem ezt a versenyt. Tehát most jelen pillanatban úgy vagyok, hogy minden nap remélek a garázsba megnézni, hogy ott csöndesebb egy kicsit, és van egy bika kábel, amire felhúzhatom magam. Azért a gyereksírás az egy könyörtelen dolog. Mintha folyna az olaj, drágám. Le kell mennem autót szerelni, de ne menj el sír a gyerek. Nagyon folyik az olaj. De soha nem gyújtál a kocsit. Igen. Na, menjünk tovább? Természetesen. Sapkáért, Csálért így szól a második kérdés. Kinek a slágerei voltak a Kispatak és a Rebeka című dalok? Egy pillanat. Ott jót mondanák, mondj nyugodtan. Brooklyn Benedek. Nem értetted annyira a segítséget. Ukrin Benedek. Hát szomorú apropója van, ugye ő. Tegnap hallottuk, hogy szegény meghalt 92 vagy 93 évesen. Aha. Ukrin Benedek, így van. Kispatak, Rebeka, hát ezek voltak a legnagyobb slágereim. Az internet fénykorából, ugye? Dübörgő slágerek. Hát az első ilyen nagy internetes sztár volt. Az első sztárom. Bizonyám, igen. Igen, a 2000-es évek elején. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Természetesen folytatjuk. Szerintem állj meg. Nem. Annyi segítség van, hogy... Én bízok a fiúkban. Így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű popstár játszott az Éhezők viadala film sorozat első két részében? Nagy a csönd. Mit kell ezeket a filmeket? Én mondtam, hogy állj meg. De tényleg, de most komolyan. Nagy a csönd, egy pillanat. Mondtam, hogy állj meg. De Balázs, tudod, hogy a barátokba bízunk, úgyhogy egy pillanat még, jó? Hát most együtt sírtok. Az biztos. Már mondom. Na. Na. Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson. Aha, nagyon jó. Nagyon jó. Őt úgy hívják, hogy Lenny Kravitz. Mert a kérdés úgy volt, úgy szólt, hogy világhírű popstár. Akkor ezt belőttük. A Jennifer Lawrence-nak volt a stylistja, aztán a második részben félreállítják. Lenny Kravitz jó szerep egyébként. Igen. Sajnálom. Feri, ne nézel ilyen okosan meg. Stylist? Ez zenész? Zenész, de stylistot játszik a filmben. Ja, hogy ő játsz azt. Igen. Bumbozzunk egyet, jó? Jó. Mondtam, Gyuri, hogy álljatok meg, én ezt éreztem, hogy nem fog menni. Indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Bum! Mélyről jövő erőszakos bum. Miért kuntogtál a végén? Hát te is érezted, hogy... Igen. Hide hagyott bum volt ez. Mellé ment. Mellé trafáltam. Hát ott egy van. Nincs.
a romok alatt valahol, de azt mi nem látjuk sajnos. Füstölni, füstöl, égni, ég, de nem talált. Meg kellett volna állni. Igazad van. Hidd el, mindig segíteni próbálok ezzel. Ha valakinek azt mondja, hogy álljon meg, nagyjából két kérdés alatt úgy érzem, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem. Éreztem, hogy ez nem fog menni. Tehát, nem hittél nekem. Köszönöm szépen. Köszi a játékot. További szép napot. Sziasztok. Hello. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem, ez nem. Ez nem ment. Trafi az M7-es 95-ös kilométerénél Siófok felé, ezt Kriszta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, Valentin nap. Jaj, de jó. Jön mi szerda. Jön mi szerda. Mi szerdával folytatjuk. Nagyon kíváncsiak vagyok, hogyha az a tendencia, hogy hétfőn, szerdán, pénteken, ahogy a páratlan napokon egy nagyon belevaló, nagyon cserfes, nagyon lendületes, nagyon helyes, szimpatikus csajjal fogunk itt találkozni az éterben. Akkor ma izgulsz, mert ma összejön. Igen. Igen, meghallgatjuk, hogy milyen. Mi szerda, hívjuk ugye a vállalkozó kedvű Andrást, aki elvihet egy csajt magával. És hát együtt ölthetnek egy vakrandit Sárváron. Ez azonban Andrásnak ugye választania kell. Megnézzük, hogy ki mi szerda, mit mond, és van-e kémia kettőjük között. Ezzel folytatjuk Ákos hírei után. 9 óra múlt 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók. Itt vagyunk, és élő streamen lehet figyelni a hűtőszekrényünket. Valaki már írta, hogy megvan szőke, göndör, és ott olálkodik a hűtő környékén. Nyugi, ő a Juli. Igen, ő Juli. Ő velünk van. Bár nem kizárt, hogy nyúlja a Rudikat. Igen. Ismerem, nyúlja a Rudit. Olyan, hogy rányúl a rügyre. Fajja. Nem kell félteni. Vidra vasat a grizzlinek. Ugye? Ez a jelszó. A Facebookon ott van a stream, ahol tudjátok figyelni, ha szeretnétek nekünk segíteni elkapni a hűtőtolvajt, aki reméljük nem úgy lesz tolvaj, hogy most a kamerát lopja el, és utána megy a hűtőszekrényhez, hanem besétál. Hát igen, János, látom, hogy bedobtad magad a hűtőszekrény előtt. Figyelj, annyira jó vagy. Annyira jó vagy ez a kék alsógatya. Túlfűtik ezt az épületet. Levetkőzött János, igen, és úgy mutatta meg magát a streamen. Szóval nézem a jó streamet, melyik a hűtő? Kérdezi Firestar. Hát az a kis ronda szürke, az a mi hűtőnk. Jó, nem egy jégkockát adó, jeges teát tároló. Gyerekek, hát ilyen kis szerény. Kis, szerény. Hűtő, kis csapat, kis hűtő. Hát. Igen. Írjátok, hogy hogy nézett ki az illető, írjátok, hogy mikor láttátok ott találkozni, adjatok róla pontos rajzot, jó? Hogyha főleg 10 után, ha mi elmegyünk, akkor lássátok, hogy vagy tudjuk beazonosítani az illetőt, hogy ki volt az. Hát, ha ez nem hamzerkedés, ez nem múlszerolás. Érted? Ez egy egyszerű információ. Szolgáltatást illesztek a mi szemeink. Ennyi. Abszolút. Igen, és Juli pornót néztem, tényleg. Na, igen. Na, szóval, hogy ott van, jó, Facebookról tudtok átmenni, és megnézni, hogy mi a helyzet a mi hűtőszekrényünkkel. Hát, ha gyerekek, elkapjuk az épületben a hűtőtolvajt, mert hogy itt közben kiderül, Dudi is mondta meg sokan mások, hogy ez egy nagy probléma itt, ugye több szerkesztőség van, hogy más hűtőszekrényekre is rájár valaki. Itt könnyebbültem meg egy kicsit, mert itt rólam lejött a reflektorfény, hogy az tényleg nem én vagyok. Hát, vagy mindenhova jársz. Hát most... vagy mindenhova lezabálok mindenbe, igen. De az illetőnek akkor van egy ilyen térkép, egy ilyen hűtőtérkép az épületről, hogy hol vannak elrejtve élelmiszer csomagok, elemózsia, stb. Persze, hogy van a menekülési útvonalas térkép, azt lelopta. Aha. Farhol. Igen, és szépen be vannak így x-elget, és akkor körbe megy egy Lánchíd, Magyar Nemzet, Klassz FM, Metal Art. Igen, ha valaki még egyszer elküldi, hogy megvan a tettes tolvaj Renáta, komolyan mondom, ne. Tényleg. Először jött egy 150. hasonló érkezik meg az SMS falra. Na, közlekedés, írja egy hallgató, a Stadionok és a Népliget között villamos pótlóbuszok közlekednek, ez Csillagvirág küldte nekünk. Trafi van az M35-ösön Debrecen felé, a 31-es kilométernél üzeni Tilla. Mérnek a 61-es úton, Kaposfőfaluban az iskolánál, üzente szervizes, és van egy trafink Barcson is, a MOL kútnál, a 68-as kivezetőn. Köszönjük szépen. És még egy M1-es 142-143-as kilométer szelvény között mérnek a Szurikáták Hegyeshalom felé, ott is mindenki figyeljen, ezt Feri küldte nekünk. Hello fiúk, nagy gondom van, elromlott a rádió, minden reggel titeket hallgatlak, sok SMS-t írtam már, most nem tudlak hallgatni titeket, 1000 éves mobilom van, ami nem alkalmas rádió hallgatásra. Nem szoktam soha kérni, de esetleg lenne egy rádiótok, amit tudtok mellőzni, nagyon megköszönném. Sajnos venni nem tudok. Szerencsére SMS-t hálózaton belül ingyen írok, így tudok többször is írni nektek, imádlak titeket. Üzente Csilla.
Csilla, hát segítünk, nem? Küldünk egy rádiót, amit sem valamit találunk. Van itt egy félig használt, nem használt, új dobozban sok-sok mindenünk van. Küldünk neked, Csilla, egy rádiót. Jó, Júli, adás után visszahív, és kapsz egy rádiót. Tőlem kaphatsz egy telefont is egyébként. Na. Csak gondolod, csak írd már meg, létszés, hogy milyen típusú telefonod van most. Mert ami nekem újnak tűnik, meg ami szerintem okos, az lehet, hogy már neked régi. Írd meg, hogy milyen típus. Ahhoz képest nekem van otthon egy ilyen kicsi, kaptam valamikor ajándékba, egyáltalán nem használjuk ilyen. És lehet rajta rádiót hallgatni? Tudod, ilyen kis, hogy hívják, emlékszel, kaptuk annak idén közösen egy izétől, egy telefonos cégtől ajándékba, egy ilyen kis alapokos telefon, hogyha az neked megfelel, én nagyon szívesen elküldöm. Na, írjál nekünk, és akkor megoldjuk a problémát, jó? Mondjátok meg a kolléganőnek, a kis szőke, nagyon formás a popsie. Popsi, és a hűtőben legalul vannak a finomságok, Zsiga. Na gyerekek, Valentin nap! Valentin nap, hát ez egy érdekes dolog, egy érdekes kísérlet, ugye szinglik éjszakája lesz hétvégén. Mármint ugye hát abból a szempontból, hogy mi összehozunk két szinglit, hogy a Valentin nap ne csak azokról szóljon, akiknek van párjuk, azokról is, akik egyedül vannak. Talán ők lehet, hogy kicsit utálják a Valentin napot. A szinglik éjszakája, ez olyan, mint a múzeum éjszakája, hogy ingyen ki lehet próbálni az összes szinglit? Ingyen, igen. És gyorsan be kell járod az összeset, igen, mert másnap már pénzre kerül a fizetős. Lesznek ugyanúgy, mint a szép művészeti előtt ilyenkor. Igen. Nem, csak én hívom, mint szinglik éjszakája. Ugye egy két szingli találkozik majd, és elmennek Sárvára együtt tölteni egy romantikus, vagy hát reméljük romantikus lesz majd, ugye egy hétvégét. A Vadkert Majorba mennek, és nem szabad hazamenni. Ez az alapszabály. Soha. Két nap, három napot ott el kell tölteni. Most pénteken már, ha minden igaz, indulnak. Van ami Andrásunk. Nem egy csajozó gép igazából, egy visszafogott mérnök ember. Figyelj, főz, 38 éves. Főz a csávó, nagyon igen. Fontos, az szerintem nagyon nagy kulcs a sikerhez, és nem néz ki rosszul. Tehát ez már elég manapság. Igen. Egyébként egy jó svádájú fiatalember. Jó svádájú fiú. Mérnök, sportol, főz otthon, romantikus, és keres egy csajt. Tegnap előtt nagyon volt kémia, tegnap kevésbé volt kémia. Hát meglátjuk, hogy ma mi lesz. Igen. Néztetek időjárást hétvégére? Nagyon jó. Fogság lesz, vagy pedig nem, tudnak kint lesznek, kint lesznek. Ideális a kinti sütögetéshez. Igen? 10 fok napsütés? Könyör, szép idő lesz. Nagyon szép napsütést mondanak egész hétvégére. És ahogy Macika írta, hogyha van kémia, akkor lesz a hétvégén fizika is. Hatás, erőhatás, ellenhatás. Na, hívjuk akkor először Andrást újra. Itt is van, Anna, de jó vagy. András, hello, jó reggelt! Halló? Nem? Hú. Nem, mi Andrással beszéltünk tegnap is először. Lány van itt? Az se baj. Én itt vagyok. Jó, más a sorra, nincs ez a baj, kicsit elkommunikáltunk itt egymás mellett. Anita? Jó igen, helyen vagy? Anita, így van, sziasztok. Jaj, de már imádom. Helyesen kivártad, amíg megszólítunk, igen. Igen, hát gondoltam, így a háttérben már biztos beraktatok, de hát nem jött András, akkor én azért csak bejelentkezek. Na, hasonló a hangod a hétfőjátékoshoz, olyan kis cserfes, mint Miss Hétfő, ugye? Miss Hétfő, de azért én Miss Szárda vagyok. Miss, hallottad a jelentkezőket? Igen, hallottam. És? Mit mondasz? Nincs esélyük? Nincs. Eldőlt a dolog, veled megy majd András hétvégén? Hát legalábbis mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az így legyen, így van. Én szeretem, ha valaki ennyire rám és na, ezt bírom, ennek már most van kémiája. Na, Anita, hány éves vagy? Mit csinálsz? Hol laksz? 28 éves vagyok, közgazdász vagyok. Mi van itt? Látod, közgazdász rengeteg itt a tegnapi lány után. Annyi kiegészítésként nekem még van egy business coach végzettségem is, hogy akkor egy picit... Finomadod a szúrtát tegnap. Még a tegnaphoz képest, hogy van még egy... Igen, jó, finom, nagyon klassz, nagyon szép volt. Egyedül élek egyébként Budapesten, tavaly szeptember óta. Egy bankban dolgozom központi értékesítés támogatóként. Milyen gyerekek, minden közgazdász csaj magányos? Mi van a közgazdász sajokos dolog? Nem is. Magányos, inkább egyedülálló. Aha, igen, az nem ugyanaz, igazad van. Elviselhetetlen vagy párkapcsolatban? Tessék? Elviselhetetlen vagy párkapcsolatban? Nem. Volt hosszú? Volt több hosszú is, egy 5,5 éves. És párkapcsolat? Igen, és párkapcsolat, most jött a poén, igen. Volt egy 5,5 éves kapcsolatom, meg 2,5 éves, igen, és most már lassan 2 éve vagyok egyedül. Lassan 2 éve nincs, aki elol csak kicsiny tüzedet, erre így gondolsz. Van, kicsit nagyobb tüzemet. Nagy az már, de jól hangzik. Te kis zsanai gázkitörésed. Jaj, de jól hangzik ez. Na, voltál már valaha ilyen vakrandin, vagy olyan palin, aki egyszer csak egy étteremben találkoztál, megbeszélt időpontra, oda mentek, nem tudtad, hogy néz ki, vagy esetleg ilyen hétvégén, vagy ez lenne az első?
Ez lenne az első, tehát olyan volt, hogy fotót azért többet láttunk egymásról, meg előtte ment a csetelés, tehát ilyen teljesen vakrandi, nem? A bízom az ízlésetekben, mondjuk úgy. Uh-huh. Ez a fotócsere, ez olyan is volt, hogy intimebb fotók, erotikus fotók? Nem, ilyenekben nem megyek bele, nem. Nem. Van tehát takargatni az... való? Nem erről van szó, de szerintem azért manapság ezzel óvatosan kell bánni, hogy az ember a neten milyen fotókat küldözget, ráadásul számára idegen embernek. Mindig úgy kell csinálni, hogy az arc és a testrészt ne látszódjon egyszerre. Csak ott van a baj, azok az amatőrök, akik elküldik egyszerre, ha külön küldöd, nincs baj. Hidd el, tudom. Egyszerre, ennek ez a titka, ha készíted, úgy készíts magadról, hogy ne legyen arcod, ha küldöd, úgy küld, hogy ne legyen. Csak mondd azt, hogy ez a tiéd. Megjárta a világhálót, kis Balázs? És a rutinosan így küldöm mindig a Vikinek a képeket. Na, hogy nézel ki, kicsit beszéljünk erről, ez még nem hangzott el. Én 175 centi magas vagyok, 67 kiló, zöld szemem van, de nem a szörny kategória vagyok, úgyhogy nem a zöld szemű szörny vagyok, csak szimplán zöld szemű, szőke hajam van, és szeplős az arcom. Szeplős az arcod, ezek ilyen kis helyes, kicsi pici szeplők, vagy az a durvább dolog, amikor ventilátort asszociál az ember? Hát visszajelzések alapján a helyes pici kategória. helyes kicsi szeplő, jó, mert van a másik típus. Aha. Igen, mondjad? Mosolygós, vidám természetű embernek tartom magam, úgyhogy... Hallatszik a hangodon, nagyon nagy a kontraszt a tegnapi lányhoz képest, nem akarom szegényt őt temetni, de te már a hétfői karakterhez vagy inkább hasonló. Sportolsz-e valamit? Igen, sportolok, hát nagyon-nagyon szeretek táncolni, tehát minden, ami zene és tánc az jöhet, úgyhogy ez ennek, vagy ennek következtében van az, hogy így zumbára, kengúra járok inkább, amilyen zenei alapokra koreografált. Mozgásforma, lehet tekerni a cipőt, ilyesmi. Mindig ezt a sportot kérdezitek meg. Fontos, mit szeretsz enni? Vegetáriánus vagy? Vagy rendes? Rendes. Minden evő vagyok, szeretek enni, ezért sportolok, úgyhogy. Na, már ugye már jobban benne van. Egy ilyen randin te kezdeményeznél inkább, vagy megvárnád, amíg a pasi kezdeményez, vagy nem gondolod azt, hogy egy nőnek ciki, és a tetek mezére tudsz lépni, ha mondjuk a pasi kicsit tutyi-mutyi, vagy nem kezdeményezés, most szombat van, és még mindig bejöttök egymásnak helyes, de látod, hogy kicsit, nem tudom, bénázik. Megvárod, vagy elkezded? Ez érdekes, mert ebből sokat, vagy ilyen sokat fekengtem az elmúlt két évben így önmagammal, mert alap esetben azt vallom, hogy egy férfi kezdeményezzen, de igen, sajnos manapság ez azért nem olyan egyszerű, és ezt egyébként a nők nem egyszerűsítik le, tehát hogy a pasik szerintem egy kicsit betolnak ettől, úgyhogy akár ilyen finom, ráutaló magatartással lehet, hogy kezdeményeznék, igen. Te nem tartod gázak, és szerintem is, hát nem is egy szórakoz erre, ott azért ez már régen elmúlt, hogy amíg a pali nem kezdeményez, én nem megyek oda. Hát így felgyorsult. Mert nem olyanok a nők már. Nem olyanok a nők, oda mennek. Nem oda megy kerekteret, hanem inkább egy kicsit ilyen jelzéseket adó, és tényleg ilyen irányítottan jeleket adó. De ilyen kis rejtett jel, hogy jaj, lehettem a csoki szufléval a mellkasom letörölni. Hát nem, inkább ilyen szemkontaktus felvétel, stb., mert hogyha azok nincsenek meg, akkor valószínűleg nem is fogod jönni. Tehát egy több olyan egyértelmű jelletétele, aminek jelet ad arra, hogy nyitott vagyok, és jöhet. Ahogy a hangodat hallom, egy eléggé határozott csajszi, vagy te nem nagyon szereted, ha irányítanak. Vagy azért jó, ha egy férfi megmondja, hogy akkor most ez van, az van, amaz van? Én azt gondolom, hogy egyébként sok esetben nők irányítanak a kapcsolat, vagy irányítják így a kapcsolatokat valamilyen szinten, de igen, irányító típus vagyok, de nagyon fontos, hogy azért egy határozott férfi legyen mellettem. Tehát annak nem sok értelme van, ha én őt elnyomom, és azt sem szeretném, hogyha ő elnyomna engem. Igen. Most így hallottad már a hétfőt meg a kedvet így ezek alapján, mi a legszimpatikusabb vonás számodra, Andrásban? Nekem mondja, a hangja alapján jó kiállásúnak tűnik, határozottnak, céltudatosnak, ami mindenképpen pozitív, intelligensnek, tehát amiből kifolyólag már kialakulhat bennem egy olyan fajta tisztelet, hogy nem akarom őt elnyomni. Tehát nem érzed azt, hogy irányítanod kell. Uh-huh. Jó, na összekapcsolunk benneteket, jó? Jó. Itt van a lovag, aki pénteken majd választ. András, hello, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia, Balázs Friani és Anita, hello! András. Szeretnék itt mindenkit egy pillanatra megkérni, hogy boldog születésnapot kívánhassak Andrásnak a mai napon, és köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy a mai napon mi szerda lehetek a születésnapon. Ez honnan tudtad te ezt? De ezt honnan tudod, hogy ma van a szülinapja? Hát a hétfői adásban elárulta András, hogy ma lesz a születésnapja. Nagyon figyelsz! Azt a mindenit, ezen mindannyiunkat megleptél. Hát Anita, te nagyon rajta vagy ezen a történeten. Látod, vagy csináljuk, vagy nem. Ez nagyon tetszik, ez nekem, vagy belevágunk, ezt csináljuk, nem alibizünk. Tehát nem alibizünk. András, tényleg istenéletesen sokáig. Most már mindegy. Most már kimondod a 36-ot, azért egészedik 35 volt, bár te már ilyen 38-a dobálóztál. Nem, én azért dobálózom a 38-a, mert korod a hangod alapján 23-nak tűnsz. Tehát próbálok egy kicsit feljebb pozícionálni téged, hogy ne higgyék azt a csajok, hogy egy 23 éves kezdő tini akarja őket elvinni valentínozni, tehát próbálok egy kicsit felül pozícionálni, hogy legyél egy kicsit idősebb. Na, András, mi történt tegnap óta? Valami érdemleges? Hát így hallok most már visszajelzéseket, hogy nem csak barátok ismerősök, hanem az ő barátok ismerősök. Hogyha véletlenül ez a hétvége nem jönne össze, akkor ők már jönnének, tehát már backup embernek már szeretnének. Úgyhogy a parlamenttől elkezdve a bíróság, Veszprém bíróságon keresztül már mindenhol be vannak jelentkezve, úgyhogy alakul ez a téma. Köszönöm szépen nektek így ezt a születésnapot, amit erre a hétre sikerült összehozni, ilyen még nem volt. Figyelj, szerintem sűrű lesz, tehát vakrandi hétvégén Sárváron, itt vannak a csajok, nehéz lesz majd pénteken választanod, mert szerintem már két jelölt is lehet, aki szimpatikus, de lehet, hogy akár Miss Keddet is választod. Én is azt hiszem, hogy hát figyelj. Hát három jelölt van mindenképpen, tehát azért elgondolkoztam, bocsánat, hogy megint arról a tegnapi leányzom, hogyha az a Halloween, az mondjuk egy ilyen kapus hálóból van, vagy mondjuk ne, hogy is egy ilyen halászháló, ami ilyen kétszer-kettes, tövésű, nem tudom, akkor azért az jó hangzik. Na. Tehát én nem zárnék ki senkit előre. Jó, félre a mellébeszélést, kössünk össze benneteket. Jó, András, átadunk Anitának, Anita Andrásnak. Amilyen Anita temperamentumait, azt hiszem, hogy inkább Anita fog kérdezni, ami egyébként nekem abszolút tetszik. András, Anita, itt vagytok együtt. Tessék egy kicsit körbe szimatolni egymást, hogy mi lesz akkor hétvégén, ki hogy gondolja, ki mit kérdezne egymástól. Ki kezdi? Anita, van kérdés? Van. Na, figyeljük. Ha gondoltam, jó érzékkel gondoltam én ezt, igen. Van itt elég dominás ebben a dolgokban. Véged lesz, ha őt választod, az biztos. Véged lesz. Na, van egy dolog, ami számomra nem derült ki az első két adásból, hogy te hova valósi vagy? Hát én igazából Veszprém, vagy korábban Székesfehérvár környékén mozog, tehát Balatonfelvidék és környéke. Na, én is Fehérváron éltem 5 évet egyébként, szeptemberig még. Tehát de már Budapest. Budapest, így van. Jó, van közös pont így már, és egyébként mellékesen az Iker testvéremet is Anitának hívják, tehát ezt a nevet nem fogom tudni elfelejteni, bár más kontextusban kell. Ilyet utajára gimnáziumban hallottam. A tesómat is így hívják, már jól meg tudom jegyezni. Jól meg tudom jegyezni majd a nevedet. De ahogy is, nem, bírják a csajok, ha valaki egy kis cukin próbál csajozni, ezt a csajok szeretik, csak látják, hogy na jó van, itt nekünk kell majd valamit csinálni. Na, van még kérdés, Anita, bár mi, amit szeretnél megtudni? Igen? Van egy ilyen kis érdekes kérdésem, hogy választhatnál, András, egy tulajdonságot, vagy egy képességet, bármilyen, a kreativitásodra bízom, amit holnap reggel megszerezhetnél, akkor mi lenne az? Meggyőzés ereje lenne ez, biztos. Volt egy ilyen Hősök című sorozat, annak idején, mivel Balázs szereti a sorozatokat, nem tudom, látta-e. Láttam. És én úgy gondolom, hogy abból az volt a legjobb, amikor... Aha. Amit szerettél volna, az a másik ugye megtette neked. Vagy hát a Supermannek mondjuk a ruhán átlátás képessége például, az is érdekes lehet. Anita, azt tetszik ez a válasz neked? Vagy ennél igen, valami frappánsabbat vártál? Tetszik. Igen, abszolút. Egy Línesnek ez fontos is, hogy elfogadják őt, és hogy te erre is figyeltél, hogy ez egy figyelj, te lenyomoztad konkrétan Andrást egy kicsit finoman, körbe szimatoltad. Megfigyeltem az eddigi információkat. Én mondtam, hogy Lin miért nem vagyok? Csak elmondtad a módszertant, igen. Akkor azt viszont sejtem, hogy melyik bankról van szó, mert ha jól tudom, akkor nálatok is van ilyen. Én dolgoztam több bankban, és több helyen is van, igen. Bárpultnál üldögélnek, és hogy hallgatóznak, hogy mellettünk oltogatnak egy csajt. És tényleg nálatok is, hát akkor tudom, igen, hogy hol dolgozol. Ja? Kérdezek akkor én, tessék. András, milyen ajándékot... Én szeretnék kérdezni. Nekem is van egy kérdés. Na, igen.
Ismered az Excel legújabb táblázatát? Na mondjad, András, figyeljünk, igen. Nem. Egy kicsit érdekesebb kérdés lenne. Amit az a kérdés, hogyha te mondjuk egy napra a másik nemhez tartozhatnál, pasihoz tartozhatnál, akkor mit tennél azon az egy napon? Azon az egy napon kipróbálnám, hogy milyen hatással vagyok a nőkre. Remélem jó pasi lennék egyébként, tehát kipróbálnám, hogy milyen hatással lennék a nőkre, és a munkahelyen biztosan, hogy megpróbálnám, hogy jobban tudok-e érvényesülni, mint férfi. Vagy hogyan fogadnak, mint férfi. Tehát hogy van-e különbség a női és férfi szerepek között a munkahelyen. Ha egy nap alatt meg lehetne valósítani azt, hogy mondjuk egy előrelépést egy nő és egy férfi között döntenek el, akkor férfiként jobban tudnék. És ki lennél? András! Na jó, oké. Okay. Jó, én egy kicsit másra gondoltam, jó. De... Kérdezek én, jó? Mindenki egy szóval gyorsan válaszolhat. Kinek melyik a legszexisebb test része? Legszexibb tessék. Anita, melyik a legszexibb test részed? Hát a legszexibb test részem, hát mondjuk azt, hogy a pisze orrom. A pisze orrod, András? Ó, nekem az agyam, mert minden. Ja, mondjuk azt mégsem mondhatja. Nem, hát itt egy köldök, egy fül, egy boka, egy vádli, hát itt igen. De a pisze orr az jó válasz. András, nyalták már meg az agyadat? A fülön keresztül. Hát bizonyos szerveimen keresztül, igen. Hajta. Jó, figyeljetek, itt is van kémia. Ja, még ha egy kicsit más típusú kémia, de én Anita részéről érzem ezt, hogy Anita nagyon lelkes, András meg a maga helyes, aranyos, kicsit gyermekded módján próbál Anitától kérdezni helyes dolgokat, de nagyon cukin egyébként, vannak csajok, akik ezt is bírják. Jó, van még valaki, valamilyen kérdés, bárkitől a hétvégével kapcsolatban, mi fér bele, mi nem fér bele, ki mire gondolt a hétvégével kapcsolatban, ezt nem akarjátok finoman? De én megkérdezném ezt, hogy igen? Igazából mondjuk egy kis átütértelemben, hogyha egy filmet rendezhetnél, Anita, és ez a hétvégéd lenne az, akkor ez milyen típusú film lenne? Nagy, ez egy jó kérdés, igen, kalandfilm. Igazából, hogyha azt a helyet veszük figyelembe, ahova megyünk, akkor én alapvetően nem vagyok egy lusta típus, tehát én minden lehetőséget megragadnék, amit ott ki lehet próbálni, akár túrázni, akár biciklizni, akár lovagolni, akármit, tehát hogy így ilyen jó, sűrű eseménydús programot. Nagyon jó, ezt tudjátok, én a lovaglásra mindig azt mondom, hogy vigyázzatok az éjjeli szekrényben, nagyon vigyázzatok, jó? Tehát a fránya éjjeli szekrény, a lovaglás, tudjátok, rohadt dolgokat tud csinálni. Meg van egy erotikus filmre gondolt igazából, de... Jó, de ez jó! Tetszik. Igen. Oké. Ez jó sikerül, én úgy érzem. Jó, te már itt rendelnéd a következő körpiát, hogy már nyomon vagyunk, haladjunk. Még egy mohítót mindenkinek. Jól van, oké, nem akarunk durvább részletekbe belemenni, ez nem arról szól, ez egy romantikus hétvége, és itt a romantikát hangsúlyozunk, nyilván tudnánk még olyan kérdéseket feltenni mindegyik ötöknek, hogy ez sokkal pajzánabb legyen, de teljesen tudatosan nem tesszük. Itt a lényeg, hogy két ember elmegy együtt romantikázni, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó? Nagyon várom. Nagyon várjátok. Jó, Anita, neked megköszönjük. Köszönöm. Pénteken legyél köszönöm. Mindenképpen elérhető, mondanám, hogy szerintem esélyes vagy, de ott volt még Miss Hétfő, Miss Kedjön, még Miss Csütörtök, Miss Péntek. Lesznek itt még meglepetések, úgyhogy meglátjuk, hogy odaérsz-e. Jó, drukkolunk? Rendben. Köszönöm. Köszi, Anita. Ügyes voltál. Ciao. Hello. András, mit szólsz? Ugye? Balázs. Na igen, azt hiszem, hogy... Megugrottuk a mértéket, nagy a mértét. Tetszik, nagyon. Ezért én hallottam azt is, hogy szeret főzni, többek között is táncolni. Nem, táncolni? Igen. Zumbázik és kangúzik. Igen, én igazából szalszában maximum, de csak szószba vagyok otthon, de... Jó, tessék, megint beégettem magam. Nagyon dehogy is, ne, abszolút. A mikroszkop színpadon minden nap elsüt neki, ne viccelj. Jó arc, hogy is bírt nagyon. Bírunk meg, mi is bírunk téged. Jó, na, van már döntés, vagy egyelőre preferálsz valakit jobban, vagy még azért korai ez talán megkérdezni, nem? Hát az Anita után nem annyira korai megkérdezni, de hát azért ne felejtsük, hogy három lányról van szó, nem szeretnék még ennek előre, vagy elébe menni. Kíváncsi várok még két lányt, úgyhogy meglátjuk, hát szerintem mindenképpen, innentől kezdve rossz már nem lehet ez a hétvége. Szerintem is, ez egy jó kaland lesz, jó kaland lesz, jó fejek a csajok. Igen. Jó fejek a csajok, tényleg. Köszönöm, hogy ebben részt vehetek. Jó, András,
Hívunk holnap, jó? Készüljél addig, nagyon, újra. És erős kérdésekkel, mint ma. Jó, egy kicsit, igen, jöhetnek ezek a kicsit pajzánabb jellegű kérdések. Igen, például miben alszik, azt elfelejtetted, megkérdezi, tegnap elsütötted. Lehetsz egy kicsit még, nem tudom, erotikusabb, ha lehet így mondani, de ez jó az irányvonal. Hívunk holnap, jó? Rendben, köszönöm. Ügyes legyél, csáó. Hello. Tegnap nekek helyesek voltak. Nagyon jó. Olyan két felnőtt ember, ahogy így kezd egy kicsit ismerkedni, ugye nyilván nem könnyű élőadásban, írják sokan, hogy hát azért nagyobb szájú, fölhívnánk, megnéznénk, hogy te mit csinálsz egy másik nővel, azért nem egy egyszerű élethelyzet, de szerintem lesz olyan, akivel szimpatizál, nem? Lesz, biztos, hogy lesz. Nagyon kapaszkodnia kell most a Miss Csütörtöknek, meg pénteknek, mert például Anita fel is készült már Andrásból. Nagyon konkrét kis dossziéja volt belőle. Igen, itt a csajok elkezdtek finoman egymással licitálni. Ugye? Tehát Anita tegnap a csajra, én is közgazdász vagyok, de van. Kócs vagyok, ha érte, kócs. Igen. Na jól van, holnap folytatjuk a történetet, pénteken döntés, és aztán hát hétfőn pedig élménybeszámoló. Aljas piszkos meg összletekkel. Az biztos, hogy aztán ott minden. Viszont nincsen izéke, ott nincsen hívni. Jaj, hát ez, hogy ott mindent tudni akarunk. Mindent megkérdezünk. 9:50 pontosan, 7 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Gyerekek, mi az a nemzetközi egység? Az a nemzetközi egység. Most komolyan kérdezem, mert ugye van az RDA mennyiség, ami a... Balázs, itt fogtunk össze egymással a rádióstúdióban. De nem tényleg van az RDA, mert teljesen beteg módon, még mindig 60 mg C-vitamint ír elő naponta, totál baromság. Tehát hihetetlen, hogy ezeket nem emelnek, hogy miért az arról egyszer érdemes lenne egy műsort csinálni. Mi az, hogy nemzetközi egység? Tehát az a nemzetközi kvóta, ami ugyanaz, mint az RDA egység. Nem, amikor mindannyian összetartunk. Nemzetközi. Unión belül egy nemzetközi egység, most a görögök nincsenek nagyon benne a nemzetközi egységben, ők most kicsit kívülről nézik a D-vitamin mennyiséget. Most kap. Ugye? És mennyit mond? 2000? 2000 a nemzetközi egység. Feri. Legalább mondják már a D-vitamin, tök jó. Á, Feri, itt jutunk össze egymással a rádióstudió. Imádom ezeket a reklámokat. De jók. Jók. Mert viszont felhívja a figyelmünket valamire, ami nagyon fontos. Igen, hogy mi a nemzetközi egy? RDA? Ez az, ami rajta van hátul? RDS a rádión. Nem, az az ajánlott napi mennyiség az RDA. Hát az a felnőtteknek az előírt mennyiség, igen, az az RDA. Jó, a nemzetközi az mennyire? Az egy hónapra tart? Nem, az napi. Napi? Ez napi 3000. Én többet szedek, de napi 3000. C-vitaminból? Nem, ez D-vitamin, te hülye. Többet szedsz D-vitaminból, mint napi 3000? Na, többet. 3000 ilyen kis bogyót bevenni? Mi vagy te? Ha van neked eszed? Hogy bírod? Nem egyszerű. Csoda, hogy nem eszel a reggelimből. Csoda, hogy kettőkor kell. Igen, kettőkor fel kell, és percenként elkezdek. Percenként szedek 10-et. Tudod? Hallod? Azt mondja, srácok, hogy ez a nemzetközi egység, egy mértékegység a farmakológiában, anyagmennyiséget mér biológiailag aktív anyagok biológiai hatása alapján, főleg vitaminok, hormonok, vakcinák, vérkészítmények esetében használják. Tessék! Aha! Jó Isten, szegény Cina. Azért ő se lát már, nem? Hogy mik annak? Nem beszél róla senki, hogy ő... Szegény. Szegény Cina, nem? Istenem. Na mindegy, hát ez van. Együtt kell élni ezzel. 3000-nél több. Amit én szedek? 4000. Hát figyelj, legendákat mondanak a D-vitaminról egyébként, hogy mennyire fontos lenne, és de jó, hogy végre kampány van mellett, és mennyi ideig nem szedték az emberek, igen. És hogy télen nem is csak vitamin, inkább hormon, és mennyi mindenben segít, és milyen jó lenne, ha mindenki szedne, gyerekeknek mennyire fontos. De ezeket hallottuk már, hogy akkor azok az emberek, akik mit tudom, hogy napi 2-3000 mg C-vitamint fogyasztottak, azok ilyen 90-95 meg 100 évig éltek. És ha majd meghalsz 80 évesen, akkor azt fogják mondani, az egyik nap csak 1200-t szedett be. Vagy túlszedte. Nem feltétlen, de ez a C-vitamin 60 mg-ről hely. Tényleg. Tehát komolyan mondom, ezeket. Kinek az érdeke, hogy te ne szedjél többet, nem? Mint 60 mg C-vitamin. Jó, ez a skorbut elkerülésére elég. Meg hát egy olyan vitamin, amiből nincsen túladagolás. Tehát, hogyha esetleg a lobby mégis azt mondja, az kijön belőled. De a lobby azt mondja, hogy ugye vesehomok, vesekő, sok C-vitamin. Ugye? Az is bizonyították, hogy amiatt. De a lobby elméletetek akkor itt megdől megint. Na miért? Mert ha én lobbizom, akkor azért lobbizom, hogy jó sok C-vitamint vegyek. Nem, ha te lobbizol, akkor azért lobbizol, hogy ne szedjek olyan sok C-vitamint, inkább vegyek gyógyszert, nem? Hát ez a lényeg. Hát a C-vitamin a legnagyobb biznisz. De hogy is? A vitamingyártás az a gyógyszeriparnak egyfajta mellékterméke, amin egyébként sok van.
de azért a gyógyszer, lobby, a gyógyszer lobby, ha választhat, hogy sok beteg legyen, vagy sok vitamin szedő ember, akkor azért a sok beteget hát választja. Hát az még bizonytalansági faktor, tehát jobban járunk, mert most 10 millió ember lakik az országban, igen. 2 millió beteg mondjuk, akkor igen. Azok vesznek. Ha rábeszéled mind a 10 milliót, hogy vegyen C-vitamin, meg D-vitamin, uh-huh. Szerintem nincs jobban. Akkora profit, nincs akkora üzletben, nem, mint a gyógyszerben, persze. Tehát egy gyógyszergyárat megkérdezi, hogy 10 millió gyógyszer szedő ember legyen, vagy 10 millió C-vitamin, akkor melyiket fogják hát neked de, mondani? De 20 forintból előállítható aszkorbinsavat, vagy a gyógyszert, amit horrorára meg kell venned. Tehát persze, hogy a gyógyszert. Na jó, de az 10 millióan veszik, ha mindenki már szedi a C-vitamint. Gyógyszert meg csak még azt szed, aki beteg. Hát igen, de világviszonylatban még ez akkor se jön ki. Meg ráadásul ezeket a vitaminokat ugye természetes formában is beviheted, pont a C-vitamin az, amit a legnagyobb mennyiségbe viheted be a szervezetedbe, például citrusfélénkkel. De akkor az a baj, hogy nem tudjuk így kinyírni a gyógyszergyárat, érted? Mert ha azt nem várjál, mert azért... Letérdelteti, le tudjuk, de megölni véglegeket nem. Igen, de letérdeltetni se tudod, mert ha azt mondod, hogy én nem leszek beteg, mert a gyógyszerem van a nagy profit, hanem elkezdem szedni a vitamint, akkor az is oda megy. Hát igen, de akkor már inkább még vitaminnal. Inkább vitamin. Meg ha letérdeltetett Feri, akkor majd ő fel fogja hívni a figyelmet arra, hogy a térdizületeket is védenek el, és erre van egy annyi. Igen, vagy glükozamin tartalom, nem tudom milyen tablette, igen. Ja, C-vitamin jó. Minél többet kell belőle szedni, annál jobb. Jó, jó, a C is, D is persze kell ezeket. Na gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Felhívtuk Vágó Istvánt, aki hál' Isten életben van. Mert hogy többen már a halálhírét keltettük, tudtuk nyilván, hogy ez a dolog nem igaz, nem is csak ennek akartunk utána járni, hogy élet, tudtuk persze, hogy él, mi nem ülünk föl ezeknek a híreknek, kíváncsiak voltunk rá, hogy van, mit csinál, és egyáltalán felveszi-e nekünk a telefont, ugye? De felvette, nagyon helyes volt, nagyon hosszan beszélgettünk vele, igen, sok minden szóba jött, most inkább a hírre való reagálást mutatjuk meg, beszéltünk szkeptikusokról, chemtrailről, mit tudom én, homeopátiáról, csak hosszú lenne ez így, arról beszéltünk, hogy mit szólt a saját halálhíréhez. És hát megtudtuk a terveit, hogy a tévében nem akar visszatérni, viszont a Kaukázusba igen. Így van, sokat utazik. Valamint elcserél gyerekekről is beszéltünk, ugye a francia családról, döbbenetes a hír, sok-sok év után tudták meg, hogy a kórházban nem a saját gyereküket kapták vissza, a kártérítést kaptak, arról beszéltünk, hogy ebben a helyzetben az ember vajon mit csinálna. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc van pontosan 10 óra, Vágó Istvánnal elég hosszasan beszélgetünk, aztán még homeopátiáról, szkeptikusok társaságáról, a morningshow.hu-n mindent vissza tudtok hallgatni, a best of csak ugye ízelítőt ad. Abból, hogy mi volt ma reggel a téma, de ott van, hosszan beszélgettünk. Rovatot még. Neki! Rovatot a szkeptikusoknak. A szkeptikusoknak. Csapjunk össze adásban, érdekesen érvelt a homeopátia ellen, én mellette, nyilván hát mindenki aztán el kell döntse saját maga szerint, hogy működik vagy nem. Hello Csabi, jó reggel! Jó reggelt, szevasztok! Hello. Jó volt hallgatni, akkor kávéztunk ott a családdal, jó volt? Igen, jó őt hallgatni, egyébként érdekes. Jó, hát mi már megsirattuk, és utána főleg jó volt hallgatni. Ja Istenem, te romantikus lélek, te! Ja Istenem, igen. Képzeljétek, tának volt a moziban. Mit láttam? Ben Hur. Most gyerekfilmet fogok nektek ajánlani, mert hogy mindannyian rendelkeztek gyermekekkel, meg biztos a hallgatók között. A Spongyabobot megöllek. A Spongyabobot megöllek. Zseniális lesz. De miért nem szereted a Spongyabobot? Hát határeset. Elképesztő jó. Már unom egy picit, tudod? Hát figyelj, gyerekek szeretik. Mi úgy utaztunk legutóbb Olaszországba, hogy oda is, vissza is ilyen autóba beszerelhető DVD játszón csak Spongyabobot néztünk, sőt, amikor rossz idő volt, akkor ott is, nyaralás alatt. De most ez a Spongyabob, ez a Ki a vízből című film, ez azért érdekes, mert a kollégáink közül egy páran benne vannak a filmben, mint szinkron hang. Na, ki? Képzeljétek el. Hát többek között a Vágó Piros, ő, Kovács ő Áron, Vágó Pirosból a Garami Gábor, meg én is. És te van, ki vagy? Sirályokat játszunk, képzeljétek el, mert hogy ugye ki a vízből, ki jönnek a vízből, és ott van egy kalóz, aki egyébként az Antonia Banderas, és vannak sirályok körülötte, és mi játsszuk a sirályokat. De és a 4000 sirályból ti vagytok az egyik kvart? Kvart! Vagy beszélő. Vagy van duma. Vagy van duma. Sőt, még énekelnek is. Wow, de ez a piros? Menő. Ez tök jó. Piros is, igen. Aha. Nincs olyan nagy szerepünk, tehát nem nincsen nagy monológok, de végig kísérjük az egész filmet. Ez tök jó. Nagyon jó. Ezért is ajánlom nektek. Tök jó. Én nem sok mindenben mentem volna, abban elmentem volna. Igen. Szinkron hang, Spongyabob. Komoly szerepet nem adtak, de nevetek el, eladják a mozit. Szép húzás. Nagyon ügyesek. Nagyon ügyesek ezek. Te mekkora egy róla. Ide igazam van. Halló, jó reggelt, hello, Jani, Csabi, Feri, Balázs, hello. Szervusztok. Á, nem mondtad. Hát, sajnos. Mondtad.
és pont hallgatlak is benneteket. Hogy lehetsz így amatőr? Annyira szellemes volt, amit írtál, így adás végén benyögtél egy ilyen félmondatot, nagyon röhögtünk. Hát, nagyon ügyes vagyok. Igen, az vagy. Vágó Istvánt hívtuk, mert hogy a halálhírét keltették, beszélgettünk vele, és elküldted a best of végén. Gyanús, mondja be a mai dátumot. Szeretünk. Igen, és utána gondolkoztam, hogy ez a best of volt, úgyhogy jókor küldtem az üzenetet, és bázis külsőben vagyok. De jó, az elemes volt, hogy élőben beszélgetünk veled, de gyanús, mondja be a dátumot. Szerettük. Nincs szerencsénk továbbra sem ezzel a rovattal. Érdekes, január óta valahogy ez nem jön össze. Te vagy ugyan a nap hallgatója, viszont ajándékcsomag nélkül. Mert hogy nem mondtad. Kislányomnak akartam. Hogy hívnak? Hát... Hogy hívnak, nem mondtad? Gábor, hát igen, nem is írtad alá. Kislányodnak akartál nyerni? Igen, már régóta. Hát mondd meg nekem, 54-kor küldted az SMS-t, ha elküldöd, akkor a 6-kor megértem, hogy elted. De 6 percet küldted, és elfelejtetted, hogy küldtél egy SMS-t. Mi volt a baj? Megálltam az út szélén, mert kellett egy-két dolgot intéznem, és most ültem vissza a kocsiba, és egyből akkor hívtatok. És ki is ment a fejembe. Ja, és aki csörgött, fölkaptad, és aztán ott voltunk. Igen, hát nem is akartam, mert hogy nincs hívóazonosító, hanem biztos a rendőrség keres, lehet mondani. Jó, de szép, igen. Az az igazán bátor ott belőbölteni. Igen, mondja Csabi. Hát de szoktad mondani, hogy hívjuk a naphallgatóját, ez most kimaradt ez a mondat. Egyébként tényleg egyszer csak adásba tettük. Igen, ez a baj. Pont Gábor, a baj. Tudsz te még szellemeset írni, legközelebb összejön, jó? Hát úgy legyen. Köszi. Én is. Ciao. Hello. Szentendrei úton a felüljáró után Árpád híd felől a palacsintázónál mérnek a rendőrök. Ez Dani küldte nekünk. Dani, köszönjük szépen. Csabikám, remek zenék? Idézhetek klasszikusokat? Remek kérdés. De jó kérdés, hogy mondtam. Na, hozok nektek olyan új stílust, amivel ismergethettek. Bubblegum pop. Ne, volt régen egy Bubblegum zenekar. Blue White Soul. És milyen jó volt? Kisebb Blue? Blue White Soul. Aha, Jézus már. Na, van a Meghan Trainor nevű énekesnő, aki már 6 éves korában énekelt, és 11 éves korában már dalokat írt, így aztán sejtető, hogy azokat a dalokat, amiket most megismerünk tőle, azokat is ő saját maga írja, és van egy friss Klasslager, Lips Are Moving címmel, ezt ajánlom nektek. Hát ilyen kis vidám Bubblegum pop. Hát, tök jó lesz. Őrület, meghallgatjuk. 555-55-00, itt lehet Csabitól dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig holnap 6 órakor érkezünk. Figyelni a kamerát, jó? Élő streamünk van. Grizzly vasat, vagy mint? Vidra vasat a grizzlynek. Segítsetek elkapni a tolvajt, fontos az időpont és a személy leírás. A Facebook oldalunkon megtaláljátok. Streameljetek, nézzétek, figyeljétek a hűtőt éjszaka, és ha mozgás van, írjatok föl mindent, jelezzétek, jó? Elkapjuk. Elkapjuk a tolvajt. Csabi jön a kívánság műsorra, ami pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Sziasztok!